Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Morning Show, nagy őszi roadshow, az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. Gyerekek, nagyon mérges vagyok Gwen Stefanira. Komolyan mondom, nagyon mérges vagyok. Tényleg, hát nem vitte tovább ezt a magyar fiút. Milyen világ ez? Értitek ti ezt? Hát még milyen világ ez? Még álmodok, hogy már elkezdődött a műsor. Ez már az. Ez már az, de még ne köszönjünk be előtte, küldjük el Gwen Stefanit, csak utána köszönjünk be. És ezt most meg, most jól mondjuk meg neki, csúnya néni. Akkor gyere csak ide, Stefani, feküdjék keresztbe a térdemén, húz le, úgy, hagyjad majd én. Na most ezért nagyon, de nagyon elpopsizva. Csúnya öreg banya. Hozzá. Egy tehetségtelen izé. Rossz hangú, tehetségtelen. Így van, hogyha minden öreg banya ilyen csúnya lenne, meg ilyen lelakott, mint Gwen Stefani, akkor sokáig tartanának a házasság. Ja, hát na jó, nem erről van. Nem vitte tovább. És nem lehet megmenteni? Vagy mit lehet se? Semmi? Kész? Vége? Semmi. Szegély. Nem. Kiesett. Nincs mese. Hát de szavaztunk is pedig, meg az egész ország vele. Hát én óta nem, de ja, jó, pedig ingyenes volt. De én igen. Te tényleg? Igen. Nem NBC lehetett csak Amerikából. Nem lehetett itt arról is. Elvileg azt hitte a király család, de aztán kiderült, hogy nem nagyon lehet. Mindenki nyomkodott. Akkor kire szavazott, Feri? Hát meg lehet. Az ellenre. Akkor én rejtettem ki a király Viktort. Hát szerintem simán benne van. Egy szavazattal esett el, aztán. Na ennyit előre. Elkezdjük a műsort? Hát sajnáljuk. Jó, oké, fussunk neki még egyszer. 6 óra után vagyunk, 15 perc. Hello, sziasztok, drága Győri. Kedves Győri. Hát itt vagyunk ebben a nagy melegben, mert hogy 11 fokot mért a kis autóm, 9-et az autópályán, mert reggel jöttem, itt viszont a 10-11 fok van tavaszias időjárással. Érkeztünk meg Győrbe. És itt vagyunk. Milyen sokan vagytok? Nem tudtok aludni, vagy mi van? A győriekre lehet mindig számítani, hogy a legutóbb a postás kitelepülésünkön voltunk, most hátra is mentünk egyébként Ferivel, megnéztük az automatát, integettünk neki. És ott jöttem el. Igen, a kis, hogy hívják a kis bowlingnak. És aztán jöttünk ide, és már láttuk egy kedves városunkban, itt a kedves győriek már olyan nagy tömegben vannak itt, hogy ihaj, csupaj, dinodálom. Én már nem tudom egyébként, hogy hol vannak a szponzorautók, már mint hol kezdődnek a szponzorautók, és hol kezdődnek ugye az itt parkoló kocsik. Az itt parkoló kocsik azok ott kezdődnek, és ezzel a fehérrel szerintem indul a sponsor autó, ott felsorakozott a flotta. Felállt, mint a Gripen flotta, érted, Kecskeméten. Csak ezek el is indulnak. Igen, ezek el is indulnak. Ott van, látom, az Ámbó család kedvenc autója, Jimny is megérkezett. Úgyhogy mindenki sikeresen átért. Ilyenkor 5 valaki hozza ezt, és aztán 5 sofőr alszik a szállodában, majd megy tovább, vagy kik hozzák az autót? Nem, egy ember oda-vissza ingál. Ez marom is, mindig visszamegy a távolsági busszal. Hogy van 5 Suzuki driverünk, aki minden helyszínről mindenhova átvezet, vagy mindenkinek persze. Le van osztva, és mindenki hoz egy autót. Szerintem szétosztottuk, de igen? Nagyon szimpatikus, amit mondasz, hogy ennyire menők vagyunk, hogy 5 sofőrt altatunk most a szobában. Az milyen menő lenne, nem? Igen, nekünk azért kell jönni ki Janival már 4-kor, mert ők lefekszenek. Bukósisakban áll, és azt várja, hogy mikor tud egyik helyszínről a másikra elindulni. Nagyon jó Pesten, ne tudjátok meg milyen jó Pesten. Nagyon jó. De már gondolom, nektek volt is jó. Nagyon hiányzik. Őrületes dolgok vannak Pesten. Semmi nincs egyébként. Aha. Semmi nincsen. Reggel felmértük az autópályát, nem volt köd, nem volt baleset, úgyhogy egy bruttó 40 perc alatt abszolváltuk ezt a kis 30 utacskát. Kilométert. ezt a kis 100 kilométert. És még egy kávére is volt időm megállni. De hát ez nem annyira finom. Pedig, nagyon tudnád, kedves volt a hölgy, aki adta. Nagyon tudnád, cukirat. Hogy micsoda jó helyen voltunk tegnap, micsoda szuper csapatokkal voltunk együtt. Ugyanis kérlek szépen, futszál EB, vagy jaj, VB hát ilyen, ne is mondjátok. Hát az volt, hogy begurultunk Ferivel a szállodába, és megláttuk, hogy tele van az egész szálloda. Mondjuk számomra első ránézés nyilván szimpatikus, mindenki melegítőben volt, de hogy ott volt gyakorlatilag a világ összes futszálosa, így a szememmel kerestem Szijjártó Pétert, hát ha őt is kiszúrom valahol, a srácok, de nem, trendi hajak voltak, ő nem volt ott. Figyeljetek, abban a pillanatban lefagytam, ahogy megláttam. Mondom, ma mennek haza, ugye? Nem. Nem, és mondta a recepciós hölgy, hogy és holnap pihenő napjuk és holnap van. Pihenő napjuk van, tudod. Akkor mód szétcsapás lesz. És volt buli? Hát figyelj, jönnek a hirtelen hajó lenszőke orosz futszálosok. Mi az első dolog, amire gondolsz? Végigmentünk így a folyoson, minden második ajtó nyitva, tehát hogy tárva nyitva, bent látsz ilyen, hogy hívják, hogy 47-es lábakat lelogni az ágyakról, minden szanaszi eldobálva, vagy bekoptam fél, vagy
Bali mégis itt alszol? Szabad, Bali, itt vagy? Aztán nem, futszárosok voltak, és iszonyatosan rettegtünk egészen estéig. Aztán hál' Istennek valahol nagyon külön termet kaptak, és akkor ott el lettek súvasztva. Tehát nem volt nagy dajdaj, de figyeljetek azért. Este 6:30 megszólal a riasztó. A tűzjelző 6:30, 3-on vagyunk, többen kirohannak, alsónadrágba, meneküljünk-e, nincs semmi. Érdekes, vége, lekapcsolják egy 15 perc múlva, lemegyünk, és megkérdezzük, hogy tudunk-e valamit az eseményre. Azt mondja, nem semmi, csak hát a sportolók a szobában dohányoznak. Tényleg? Aha, igen, ahol nem lehet. Igen, meg hát érted, egy ilyen futszálos, ne cigizzed. Most igen, most éreztettek le, most jött el az a pillanat, amikor a nagyon-nagyon hosszú sorozat terhelés után úgy gondolták, hogy végre egy picit lazíthatnak, és úgy gondolták, hogy a lazításnak a legegyszerűbb módja az, hogyha a szobába rágyújtanak. Nagyon lazán. Jó volt, nagyon lazán. Nagyon. Viszont figyelj, olyan rendesen. De gyorsan leverték egy székkel a tűzjelzőt. Igen, nagyon. És kidobtak egy tévét az ablakon. Nagyon rendesen voltak velünk. 92-ben, igen, a Gánc turnén Budapesten. Tévét és egy ukrán második kapust. Akkor lehet, hogy éreztem, hogy ezt ki kell hagynom, ezt a szállodát? Nem. Egyébként még nagyon-nagyon rendesen voltak. Volt. Hát csak mondom egyébként, hogy hát... Gondoltam, csillagos ötösre vizsgáztak, egy udvariasságból, figyelmességből és mindenféle tekintetben. Nagyon-nagyon jó fejek voltak. Azt kell mondjam egyébként, hogy a héten itt kaptuk a legtöbb figyelmességet. Pedig extráztunk, én megérkeztünk a Janival, 2 óra, mondtam, hogy én kerékpározni szeretnék. Nézett rám a szállodaigazgató, hogy... Hogyan? Nem akar lefeküdni rá, hogy pihenjen egy kicsit. Mondtam, nem, nekem küldetésem van, én mondom, itt megtekerem, amit meg lehet tekerni. Kihozta 2 darab női biciklit, mondták, hogy ez van. Mondtam, hogy engem ez nem zavar. Ismernek, hogy nem tudod átemelni a lábadat, a vázom. Így van, mondom, nem zavar. Nem állítanak lehetetlen feladat elé. Első bringával elindultam, 150 méter után leesett a baloldali hajtókar. De ahogy volt, érted, az egész, hát mondom, nagyszerű, ott álltam fönt valami hídon, amit megy át a másik oldalra. Jó, hazagurulok, fölraktam, egy kővel visszakopogtattam, megérkeztem, az igazgató úr még ott a nyomomat vizslatta, hogy olyan elindult el a Rákóczi. Igazgató úr megállította a stoppert. Hoppá, de szép úgy kör, ilyen csúcs. Sokat teker Rákóczi úr, mert pontosan 2 perc volt, de és mondtam, hogy nem csak a kerékpár, és ott szegény, ott annyira szégyelte magát, nem mondom, nincs semmi. Elhagyta magát a kerékpár. Igen, de a másikat megkaptam, aztán Janinak voltak extra kívánságai, minden teljes. De hát nem volt semmi extra, volt. Igazából extra nem volt, én mondtam, hogy odaértem a recepcióhoz, és a 3 lány. Recepciós kislány. És akkor mondtam nekik, hogy akkor én babáznék babám. És nem, rettenetesen hihetetlenül figyelmesek voltak. Tehát tényleg nagyon jó fejek voltak, nagyon jól éreztük magunkat. Aztán, ahogy Feri is mondja, mindannyian elmentünk a saját kis privát köreinket, megtettük a városban. Feri elment Moson-Magyaróvárra kerékpárral, oda meg vissza. Tényleg? Igen. 80 kilométert tegettem a 3/4-es női biciklivel. Olyan jó volt, olyan jó út van. Menjetek bringázni, tényleg. Tök jó. Most nem menjetek sehova, maradjatok. Már ne most, már 10 után. Maradjatok, mert egyedül leszünk. Szálljatok le a biciklét, köszönöm. Igen, most nem menjetek, 10 után bringázzatok. A bringa út van? Végig. Bringa út. Tök sík az egész, tehát nincs ilyen nagy megterhelés. Az én szívemnek az már csak árt. Úgyhogy én ez... Mindig van a nyakadban egy tábla, hogy Rákóczi Ferenc, kérem, hívja ezt a számot, tehát valahogy elvágódsz és megtalálnak. Így van, és hagymás vért tömködjön az ajkaim közé, ha elájulnék. Azon a éleszén újra tegyen kolbászt a számba, hívja ezt a számot, és addig is forró zsír csepegtessen az infúzión. A hátizsákomban talál kézi csörlőt, amivel arrébb húzhat az útra, hogy elférjenek mellett. Hangadályos. Igen, kérem, ha nagyon lihegek, tegyen rám vizes lepedőt és lagot a számba. Úgyhogy jó volt, jól éreztük magunkat. Én meg levettem aztán a városba találkozni egy csodálatos emberrel, Lengyel Józseffel, aki egy tortaszalont üzemeltet a városban. Ácsolat, srácok, ő a magyar torta király, tehát egy egészen megdöbbentő hely volt. Én azért elég sok cukrászdában voltam már, elég sok mindent kóstolgattam már végig. Hát itt azért 4-ig meg sem álltam, tehát hogy... Atya Isten, csak a cukorszintet. János, kóstold meg ezt, légy szíves. Jó, megkóstolom. Oké, és hogyha azt, akkor ezt is kóstold meg. Nem kell mindent megenni, nem kell mindent... Mondom, engem úgy tanítottak, engem... Amit elénk tesznek. Amit elénk tesznek, mi ételt nem hagyunk ott az asztalon, mi vadonok, ilyenek vagyunk. Jó, és még akkor ezt is, meg azt is, meg azt is. Tehát akkor 32-es cukorral mentél vissza a szállodába, besűrűsödött vérrel, félig vakon. Igen, tántorogtam az egész belvároson, aztán visszaértem, akkor gyorsan ott még hogy hívják voltam, nem még egy kis savlekötőtől, egy kis, hogy hívják, szódabikarbonát is felpofosztottam magam mellett. Két világított és egy mellpofont, igen. De már úgy is jöttünk egyébként, hogy az autópályán ez volt, ilyen tartott elém a telefont ilyen csokikkal, meg tartták, mondom, Jani, ne vezetek. Tehát, hogy hangolta a telefonon, magát, érted? Nézd meg ezt a műremeket, ezt a műalkot. Mondom, jó, megérkezünk a szállodába, megnézem, csak most vezetek.
Készültem. Igen, igen, hát tudjuk, hogy valami Amerikában is van egy torta király, és hogy mindig bele szoktak példálozni akkor, hogyha valami nagyon nagyot szeretnének mondani, de hát hogyha nekünk van egy lengyel Józsefünk, akkor nem kell Amerikába menni azért, hogy gyakorlatilag olyan tortát csináltassal a gyereknek, amilyet szeretnél. Csak mondom, hogy éppen amikor ott voltunk, bejött egy hölgy, elvitt egy tortát, ami gyakorlatilag Darth Vader sisakját mintázta, és egészen megdöbbentő részletességgel és pontosággal. Csodálatos volt. Az jó, az megkaptam az üzenetet. Sok Jani, oké. Igen, köszönöm, hogy Jani, három torta vár még a recepcióban. Három Darth Vader-es torta. Jól van, na, hát akkor jól telt. Na és veled mi van? Ja nem, 3-4, köszönöm. Igen, várjam, valami folyamatosan jelez nekem. Nincsen nagyon semmi, minden oké, minden rendben, Pest nagyon vár benneteket, nagyon hiányoztok, úgyhogy... Te így mondta igen, Pest, ahogy mentél? És már a Pest tábla mondta Pest, hogy hol a Jani Feri? Hol a Jani, hol a Feri, visszafelé nagyon jó utat találtam. Mert én is ezen a hátsó úton jöttem Zsámbék felé, ez tényleg jobb. Tényleg jobb. Ez a Tát, Zsámbék, M1 Herceghalom, sokkal szebb, és hát brutálisan. Így is jöttem azért egy órát, de sokkal szebb út, mint a körbe mennél Szentendre, Visegrád, Rakpart, tehát teljesen értelmetlen. Úgyhogy gondoltam rád, mert lehet nyomni. Gyerekek, lecserélte a sponsor az automat. Igen. De egy még jobbra. Kaptam egy nagyon durát, motorra nem nagy. Kikönyökölt a hajtókar a motoráztetőn, amikor nem váltottam el. Nem, automatát kaptam most. Egy hatos dízel, de nagyon kis fürge. Ja, hogy túl sokszor mondta, de ő nem vált a kettesnél magas a fokozatra. Mondta, hogy jó, akkor finoman rohadjak, mert akkor most adnak egy automatát, de nem baj, mert ezen is van sportváltó, gyerekek, a Suzuki már ilyet rak be, tudtad? Hogy már kézi váltót, F1 váltót rak be, bőrülés, nagy nav, minden benne van, és hát nyilván kivettem. Nikol Scherzinger hátsó ülésen. Nikol Scherzinger hátsó ülésen, igen. Aki Suzuki Takayama bent a csomagtartóban, a vezérigazgató. Hát a lehetett adni neki azon az úton, amit te is mondtál. Csak embe, manuálba, kettesbe, üveghangon végig. Hát azért ezt is csak kikészíti. De egész jól megy a gép. Megnéztem, én azt hiszem, hogy ilyen 2000-es dízelmotor van benne, vagy egy ilyen 2-2, egy 6-os dízel, csak ugye 1300 vagy 1400 kiló maga a kocsi, tehát nem nehéz, és nagyon fürgén mozgatja. Én arról beszél azért csak egy mondat az, hogy amikor visszaadtad az előző autódat, és a jobb első ülésén gyakorlatilag egy teljes család egy évi szemét mennyisége volt, beleborulva a bőrkárpitba egy lekváros bukta elkem. Rétes nem, volt. Elmondom neked, hogy nem volt ilyen. Mert tudtam, hogy jönnek az autóért, Zsuzsi, ami drága promóciósunk szólt, így éjszaka az esztergomi szálloda udvarán elemlámpával kipakoltam a kocsit. Mentem végig elemlámpával kipakoltam, próbáltam a porcuklot lesöpölni az anyósülésre, úgyhogy én Szentendrén megálltam egy rétesháznál egyedül, amikor már rájöttem, hogy háromszor annyi kilométert megyek, mint ahogy egyébként esztergom elérhető, és dübből bevásároltam én is. 4 csokis, 6 mákos, 4 túros. És az első kanyar, én föltettem ezt a kocsimra, az anyósülésnek a táskának a tetejére, de nyilván kibontottam. Átnyúltam majszolgaton, majd ahogy elmész Lajos forrás felé Szentendrén, egy brutál balossal alászettem, hogy megtegyem az ívet, és ebben a pillanatban a 8 rétes az így beesett a jobb oldali kesztyűtartóba. Figyelj, ezek a valahol tesztautók, tehát hogy azért érted, ti is teszteltétek a modellt, hogy bírja egy gyűröd és bírta. Abszolút, de mondtam Zsuzsának, hogy készítse fel a bárki jön az autóért, hogy egy kozmetikát azért lehet, hogy jó, ha a betáraz. Mondd meg Zsuzsi Origami úrnak, hogyha jön, akkor ne lepődjön meg nagyon. Igen, ha jön Mr. Suzuka, akkor tudja, készüljön fel rá, hogy én használom az autót, nem kimérem. Úgyhogy ez van. Na jól van, drága győriek, hát tudjátok mi a lehetőség, mit kell tennetek, selfie. Jó? Nagyon fázol itt az első sorban, már csak egy óra is feljön a nap, tartsatok ki. Jó, jó, sokkal jobb idő lesz. Mindjárt itt a nyár egyébként. De nem, tényleg, hőmérséklet. Kérjél teát, van forró teánk. Tényleg van. Igyatok teát. Jó, már megkóstoltam, tényleg finom. Szóval tessék selfiezni a modellekkel, jó, mi gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk a tegnapi adásban, aztán jönnek a hírek, mi pedig jövünk majd a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom mindenkinek, 3:47 múlt pontosan 4 perccel, és úgy néz ki, hogy Győrben lesz a legszebb időnk, mert mindenhol kicsit felhős volt, sütött a nap, kicsit ködös is volt, de itt már egyértelműen nincs felhő az égen, úgyhogy jó időnk lesz. És velem szemben egy óriás plakát a gyerekek, csak azért, hogy frusztráljon bennünket, egy brutálisan szétkokszolt, iszonyatosan kigyúrt pacák néz. De hogy ez engem sose tudott frusztrálni, hogy áll egy ilyen izó plakátcsávú. Egy óriás plakáton egy cégnek a reklám arcaként egy ilyen hihetetlenül kigyúrt, iszonyatosan szét... Nem mondom. Szerintem Photoshop. És medence csonton lefelé irgalmatlan csirkelábak lehet. Minden esetre jó. Ez mindig több edzésre ösztönöz, hogy még többet kell valami, még többet
kell. Nem elég. Nem elég, amit csinálsz. Nem elég. Vagy a plakát felgyújtására. Nem, hát ez meg a másik. De az biztos, hogy most többféle szempont működhet itt. Vagy az van, hogy nagyon-nagyon szeretnétek megnyerni ezeket a gyönyörű kis Suzuki-kat, vagy szerettek minket, vagy valamire már megint rátettük a stúdiót, mert nagyon sokan vannak itt. És nagyon sokan állnak a stúdió előtt. Valahattuk valami? Lehet, igen, valami? Én nem tudom, mi lehet. Igen, Gáborék megint úgy lesz, hogy sötétbe pakolták össze a szettet. Hát tudjuk be magunknak azért, nem? Tehát jó, én értem, hogy sokan szeretnék az autót, de azért előlegezzük meg magunknak ezt a fajta bizalmat magunk felé, vagy szeretetet, vagy önszeretetet, hogy azért persze jönnek az autó miatt is, de talán kicsit miattunk is, nem? Ugye? Ki az, aki a kocsi miatt jött? Na. Ki az, aki csak a kocsi miatt jött? Tessék! De őszintén, ott van egy nagyon őszinte úr, és na, köszönjük szépen! Csak a kocsi miatt? Nagyon jó! Őt meg kell szólaltatni, itt utána. Ki az, aki nem a kocsi miatt, hanem miattunk? Jó, de sokkal többen vagyunk, nagyon sok. És ki az, aki a kocsi miatt és miattunk? És van, aki erre se jelentkezik. Ő, igen, hova? És ki az, aki azért jött, mert ráraktunk valamire a stúdiót. Igen, valaki semmire nem jelentkezett. Igen. Na, ő vajon mire jött? Ez a jó kérdés. Ugye? Valakinek fogalma sincs, hogy miért van itt, csak itt ébredt reggel. Tessék, ki az, aki itt ébredt reggel? Senki nem jött itt reggel. Na, játszunk egyet, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Sziasztok. Hello, hogy hívnak? Sziasztok. Katalin vagyok. Kati, hello Kati. És a gyermek? Sári. Sári, Sári, te csak kísérőként, vagy te fogsz játszani? Kísérő. Bejöttél a bátortalan anyukáddal? Vagy egy kicsit erősítsed a hitét? Miért nem te játszol? Téged könnyebben legyőzni. Biztos, nem. Saját gyermek, Kati? Természetesen. Hát jó, helyen találhattál nem, valakit szegény. Itt találsz az automatomat. Nem, és a másik lányom az ezüst szkafanderben itt a szélen. Szia! Ott a hajós lesz. Igen, látom, szkafanderben. Őrhajósnak készül szerintem. Igen, így szkafanderben áll a 3 éves korától őrhajósnak készül. Nem csak azért kérdezem, hogy saját, tehát bárki elkísérhette, de eljöttél meg, hát olyan fiatalos vagy, hogy... Szerintem tessék? A hasonlat az elég. Most így mondod egyébként, igen. Kivel szeretné játszani, Katim? Veled, Balázs. Jaj, de jó. Csak jelzett. Az a népszerűség. Tudjuk, hogy már 4-szer játszottál a héten. Istenem. Nem tudtam. Bocsánat, nem? Ezt nem tudtam. Nem, mert nem volt időm sajnos hallgatni. Nem kell szabadkozni. Bocsánat. Nincs baj, fel vagyok én erre készülve. Hát ha velem akarsz, Kati, velem akarsz. Jó van, de nincs bennem könyörület. Tehát, hogy az élő kitelepülés, meg a hallgató egy picit izgul, meg minden, de én nagyon erre... abszolút nem vagyok erre tekintete, mert mi minden pontért mindig nagyon megküzdünk. Erre szükségünk van, nem? Srácok, ezt hozni kell. Tehát, hogy nincs mese. 2-1 a heti állás eddig a javunkra. Ráadásul. Tehát, ha most ezt viszed, akkor hellóka. Akkor megvagyunk. Mehetünk, Kati? Mehetünk. Jani? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok. Nézed ma a meccset? Este. Foci meccs. Foci meccs? Így van. Azt hiszem, aludni fogok. Tudod, kik játszanak egyébként? Fogalmam nincs. Elmondom neked, a norvégok játszanak a magyar fiúk ellen. A magyar fiúk ellen. Nagy meccs lesz. Reméljük. Nézel focit egyébként? Jobban szeretek más sportokat. Milyen sportot? Űzöl, vagy mit nézel? Mesélj egy kicsit. Időm sajnos nincs túl sokat sportolni. Uh-huh. Szeretem az úszást, futást, és... Az jó. A lányok sportolnak valamit? Vége van. Ott volt, nem is vettem észre. Sportolnak egyébként. Mi sportolnak? Dorítól a slablázik és röplablázik. A Sára, ő szellemi sportot űz. Nagyon helyes. Kicsit befeszültél, anyu, ugye? Befeszültem, igen. Meg igazából el kell érnünk a budapesti vonatot. Jaj, világet sem akarnak feltartani. És attól féltem, hogy nem lesz rá idő. De adjátok be ide a csomagomat, aztán hagy húzzunk már. Nagyon jó azok, hogy megy a vonat, úgyhogy mennem kell. De adjunk. Miért mentek Pestre? Itt vagyunk, nem Pesten. Igen, viszont a nagyobbik lányomat fogszabályzó szakorvoshoz viszem, és idéről kell. Hát pedig Győr is a fogorvosok városa, igen, nem? Viszont hát ha ismereteim nem csalnak, akkor csak 3 gyermek fogszabályzó van Győrben, és nekünk van egy elég jó kapcsolatunk Budapesten, és olcsóbb. 3 fogszabályzó van, és mind a 3 használják jelenleg. Olcsó, ha minden szabad. Oké, kaptok egy ajándékcsomagot, jó? Tessék, parancsoljatok, megérdemlitek, illetve nem, de jár. Így van. Meg nem érdemlitek, de jár. Puszi! Sziasztok! Jó utat, ciao!
Ennyi, leraboltak minket. Jött, ment, már nézte az óráját, vonat, menje, vonat, menni kell, kész. Hát ha menni kell, menni kell. Menni hogy kell. Mondtad, Győr a fogorvosok városa? A fogorvosok... Megnézem Győr címerét, hát ha van benne valami. A fogorvosok... Kihúzott meccső. A fogorvosok fellegvára. 5 perc, ha pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello, drága Györgyek, csak mondom, látjátok azt a fényes korongot ott az égen? Az a nap. Nem sokára följön. Gyerekek, kint voltam, hűvösebb ma az idő, mint ami eddig volt, tehát csípősebb. Mennyit gondolkoztam, hogy mi lehet az eljönni. Pont elibe ver, tehát igen. 10 órára már nagyon barnák leszünk. Hogy az ott, hogy a közvilágítás ennyire feltölt. Igen, hogy Győrben ennyire világítás. Nem csak akartam a győriekbe egy kis lelket lehelni, hogy tartsanak ki, mert voltam kint, és valóban csípős. Kitartás. Tartsatok ki. Nem sokára feljön a nap, és akkor jobb idő gyönyörű lesz. Gyönyörű idő lesz. Így van, gyönyörű idő van. Gyönyörű idő lesz, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kijöttetek. Aki még nem regisztrált, aki még nem szelfizet, valamelyik számára kívánatos Suzuki modellel, azt tegye meg minél előbb, hogy meglegyen az esély. Aztán majd itt is természetesen 10 óra magasságával kiválasztunk egy embert, aki holnap ott lesz velünk, majd a budapesti záróakkordon. Záróakkord? Uh-huh. Záróakkord. Hát szerintem az. Az egyfajta záróakkordja az esemény. Az esemény sorozatunknak így van. Nagyon őszinte emberek vigyázz, vannak. Vigyázz, elvigyázz, Feri, ésszel. Figyelj, nem vagyok részeg, hogy nem tudok lenni. Jó, óvatosan, várjál, segítek. Nagy test, nagyot esik, vigyázz. Jani elkezdte lesegíteni Ferit a lépcsőn. Mindjárt kimagyunk a budimpapa. Jó van. János ebben a pillanatban letámogatta Ferit az üvegstúdió lépcsőjén. Majd én hajtassam. És elkezdte begombolni a slicet. Nem begombolni, kigombolni. Kigombolni. Jaj, de drág, nézd meg, hát érted, kell az embernek barát, ha vannak kollégái is, de hogy rám kell. Feri számít. Dehogy kell. Na, föltettél az előző órában ugye egy kérdést, hogy ki miért jött ide hozzánk. Kiderült, hogy nagyon sokan ugye azért jöttek, mert hát szeretnének autót nyerni, de ennél sokkal többen jöttek azért. Egészségedre. Na, és akkor én vagyok a trotty, mi? Meg a vén trotty. Elnézést a beleim. Igen? Itt van az úriember, aki kerekperec megmondta, hogy kit érdekel, hogy mi itt vagyunk. Nagyon jó, az csak az autó. Ő csak azt mondta, csak az autó. Hello! Sziasztok, Jocó vagyok. Jocó kám, ki van ötten érdekel, hogy itt vagytok, mert másképp nem tudnám az autót megnyerni. Hát egy percre. Szóval hogy ne érdekelne. Igen. Örülök, hogy itt vagytok. Mondjátok benne ezeket, de a kocsi az valamiképpen mindenképp. De hát ez mégis van valami vonzalom, mert akkor hallgattál bennünket, hogy tudtad, hogy vagy újságban láttad a hirdetést, és arra jöttél. Nem, mindig titeket hallgatlak. Ezt komolyan mondom, ez őszinteség, hogy mindig titeket hallgatlak. Meg az is, hogy a kocsikkel kész. Ezért kellene ez a kocsi, mert ebbe új a rádió, el lehet tekerni, majd benne vár. Én ezt szeretem, hogy valaki azt mondja, nem beszél mellé. Gyerekek, nagyon szeretlek titeket, jóval, aranyosok sok vagytok, eljöttetek, na adjátok ide a kocsit, azt menjen mindenki haza. Egyébként maradhatok is igazán. Igen, kit érdekel csak. Ha most mondjuk megcsinálnánk a sorsolást, a kocsik új sors, és megnyernéd, akkor úgy itt hagynál bennünket, mint a húzat. Egy kört tennék itt azért. Dudálnék egy kört tennék, és kész. Így van. Simán. Jocót mondtál, ugye? Igen. Jocókám, mivel foglalkozol? Semmivel, az ég egyadta világon, hogy látom. Igen, rokanyugdíjas vagy. Bocsát, nem így, nem akartalak ezzel megbántani. Nem, semmi probléma. Rokanyugdíjas vagy. De azért kipénzészed az autót, végignézted a modelleket, hogy melyik tetszene, melyiket szeretnéd. Persze, de igen? Nekem mindig a Vitara. Mindig? Amióta van Vitara, nekem az ott a Vitara. Tényleg? Régi szerelem. Igen, és csak Suzuki. De mi a mi autónk, úgyhogy... Volt a családban már esetleg azért? Nekem persze, csak Suzuki-n volt. Ne csináld, komolyan. Kicsit kezdek... De hát akkor még nem volt Suzuki. Kicsit kezdek arra, hogy gyanakodni, hogy a szponzor küldött, mert olyan már. Igen, megfordulás, hogy óriási csak elvitte a Suzuki felirat lenne. Ami volt. Evita bank, ami volt? Igen. A szemét. Ah, igen. Azóta is jó svájci frank? Persze, és azóta is fizetem, ha leteszem. Ez egy kegyetlen helyzet, igen, hogy a bank ugye elveszi, vissza kell adnod, de maga a törlesztő részlet az ugye még akár megmarad, olyan, mint pontosan, amikor ellopják, és a rossz konstrukciódban, akkor ellopják, akkor utána is fizeted. A kettő közötti különbséget ugye ő beszámolja, vagy elárverezi, eladja, de ami még hátra maradt, azt a szépen fél. Hány év van még hátra? Még 700 000 forint.
És milyen, részlet, milyen részletekben jön? Havi 10. Aha. És úgy szokott lenni, hogy, még 700 van hátra, és egyébként meg 500-at vettél fel. Igen, és négy éve fizeted. Egyébként az árát szinte lefizettem, az autót elvitte, plusz 700. Ez ilyen, fizetett 3 éve, felvettél 1 milliót, fizetett 3 éve, még van 1 millió 3-ad, és már kifizettél 800-at. Nagyon klasszikus. Nagyon klasszikus történet. Hogy megnyered az új Vitarát. Eladod, kifizeted a 7 kilót, és visszavásárolod a régi autódat a banktól. Nem rossz terv. Nem, semmiképp nem vagyok. Biztos, hogy meg lehetett. Tudod, hogy kell regisztrálni, vagy mit kell csinálni? Már megtörtént. Megtörtént? Már meg, persze. Jó, szokám, nagyon, nagyon felkészült vagy. Mondjál valamit a ma estére, hát az egész ország futball lázban ég, és mi Norvégia, sem tudunk. Norvégia, Magyarország. Nem futball lázban égni, mondjál valamit, hogy kikapnak, nyerünk, mit kell tudni. Hajrá, magyarok, de kikapnak. Hát, a realitások talaján állsz. De szeretlek. Igen, nem még egy hármas, nagy zakó, kis zakó, mit kapunk? Nem, egy gól. Egy gól. Nem volt elég a múzeum szerintem. Kevés volt ez. Akkor tényleg hallgatsz minket, hogy ugye hoppá, lenyomtam magam a széken. Igen, a magyar válogatott ugye múlt héten a hadtörténeti múzeumban járt, és így van. Ezt mi kielemeztük. Jó van, Jocókám, hát reméljük a szerencse neked kedvez majd, 10 előtt sorsolunk, úgyhogy maradjál, vagy gyere vissza, ahogy gondolod. Oké, köszönöm előre is. Csókoltatunk, vigyázz. Szia, köszi szépen. Vigyázz magadra. Na. Egyedül föl, mehet-e kapu? Ja, várjál, ne, óvatosan, ne kapkodj. Még hosszú a nap. Elvágodsz felé. Jól van, na. Tenna fönn van. Figyelj, ne hagyj aztán itt legyen egy nyíltörésed. Na. Valaki kérdezi, mi az a selfie? Hát jogos. Ha nem vagy itt a helyszínen, mindegy, ha itt vagy, akkor figyeld, hogy mit csinálnak a többiek, és utánozd és őket. Az a selfie. Az a selfie, jó? Amit ők csinálnak. Na, gyorsan nézzük a közlekedés híreket, mit írnak a hallgatóink. Hú, gyerekek, rengetegen jelentkeznek még mindig SMS-ben arra, hogy ugye hát ők legyenek az éteren keresztül kiválasztottak. Ma egyébként 9 óra után sorsoljuk az illetőt is, jó? 9 után már nem kell küldeni a Suzuki modelleket, mert kisorsoljuk. Kisorsoljuk, hogy mi a helyzet. Na, azt nézem, hogy a 10-es úton a szokásosnál is lassabb a forgalom. Tudtok-e valamit? Erika kérdezi. Egyelőre nem sokat. Ott minden reggel lassú a forgalom. Legyünk őszinték. Hát a körforgalom nem túl sokat segített, úgyhogy kitartás. Kitartás, Erika. Viszont mutatós. Igen, mutatós. Kamion az oldalán fekszik az árokban a 8-as főúton, Somlóvásárhelynél. Tóni 82 küldte nekünk. Valamint, ez még fél hétkor jött, az M1-es 87-es kilométerénél a felüljáróról radarsó a Pest felől érkezőkre. Legyen szép napotok, Bandi Bau küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezt én is láttam, ott van, elég sok jard volt kint már korán engem. Bele is futottál, vagy? Nem, vaze. Ja, figyelj. Ja, vaze, ha nem futsz be. Ha egy galambszálát az autópályán, a vaze szól neked. Minden mond. Trafipax, rendőri ellenőrzés, baleset, annyira jó az a program, imádom. Bekapcsolom. Imádom már egyszer. Mit csinálhatnak most például az esztergomi galambjai? Mit csinál a Smoke Kencs? Hol van Smoke Kencs? Mit csinál ebben az a pillanatban Ali Frazier? Ali Frazier, tényleg mit csinál? Na, gondolom, hogy öblöget valami kis diannással. megkaptam a magyar válogatott norvégra fordítását. Halálos fenyegetését. Halálos fenyegetését a hadtörténeti múzeum kielemzése után. Én nem tudom, hogy egyébként nyilván azért tették össze norvégul a magyar válogatottban játszó fiúk neveit, mert mindenkire jellemző valami. De az eredeti név nincs ott, viszont nagyon jókat kaptam, mert azt kaptam Király Gabira, hogy Mackó Nadrágzon, így hívják. Így hívják, hogy Mackó Nadrágzon. A Gyugyi lett a 25-ről Beverzon, mint norvég játékos. Van a Kiskokó Ovistársen, vagy Ovistársen. Lehet, hogy a Kiskokóval jár egy óviba, vagy nem tudom, hogy ő kicsoda. Egymás az Nexon van. lehet, hogy pönt a bőde. Szóval mindenki meccslázban ég. Elő 9 óra után többet beszélünk majd. Van ebédala is a magyar válogatottnak, és Jolly-tól ugye... Hát figyelj, Jolly rákapaszkodott erre a vonatra, a magyar mulatózene egyik igen. Királya, ugye? 19-re a lapot kért. és egyet még, hát a Böde Dan is volt az első, az gyönyörűen, nagyon jól sikerült, és erre most rákapaszkodott, nem tudom milyen az induló, de majd... Nagyon kikapunk, gyerekek? Nagyon? Hát, nagyon nagy zakó lesz? Nem nagyon, de hát... Csúnya lesz? Ők is ott szeretnének lenni, ráadásul otthon kezdenek azért, tehát a norvég válogatott meglehetősen erős játékos kerettel rendelkezik, hozzánk képest is.
Megnéztem az utolsó két nap szövetségi kapitány nyilatkozatokat, most akkora baromságokat nem mondott. Tehát, nem? Hogy nem. Nem nyilatkozott az utóbbi két napban? Te nem jött ezzel, nem jött ilyen brutális közhelyekkel, hogy, hogy mindent megtettünk, még nem tudom, egészen jókat mondott. Azt még nem tudta überelni egyébként, néhány héttel ezelőtt volt a gólt kell lőni Norvégiának. Tényleg? Ezért mentek, vagy mi van? Itt valakire rámutatunk a tömeg, és azt mondja, holnap te vagy a szövetségi kapitány, szerintem jobbat mond. Szegény anyám is értett ennyire a focihoz. Egyébként tényleg, tehát ehhez nem kell szövetségi kapitánynak lenni. Az a bajom, hogy ugye ott kezdünk, Norvégiában, és ott már nagyon hideg van ilyenkor novemberben. Hogy megzavarja a fiúkat a hideg? Így van, le fognak fagyni a srácok, a norvégoknak meg ez egy ilyen nagyon kedves, kellemes nyárutó ez a november, ahol szerintem -2 fokba fognak ma focizni. Ott szakad róluk majd a víz. És szakad róluk a víz, de a norvég srácoknak melegük lesz, mi meg ott fogunk állni, lefagyva, érted, a pálya közepén, aztán szerintem... Nem, János, csak egy sirály átrepült, és neki tudált. Nem, abszolút nem nekünk. Mondjad, mit kezdtél el? Ja, ennyi, csak már be is fejeztem. Gyakorlatilag, hogy a hideg szerintem erre lehet majd fogni a dolgot. Hogyha kell egy kapaszkodó, a szövetségi kapitánynak ezt ingyen adom, ezt a mondatot, hogy gyerekek, nagyon hideg volt, nem tudtunk mit csinálni. Igen. Hát remélem, hogy egyébként nem lesznek következmények a dolgok, nem fogja visszavenni a Bugatti az autókat. Igen, a Porsche nyilatkozik, hogy ne haragudj, nem. Sajnos nem tudunk több. Volt már egyébként ilyen, tehát hogy Magyarországon volt olyan, hogy klubcsapatnál, amikor annyira nem sikerült az egyik meccs, akkor hirtelen utána azt mondta a szponzor, na jó, akkor visszaveszünk minden autót, és másnap mindenki taxival ment edzésre, mert az egész flottát úgy, ahogy van, visszavett a szponzor. Azért az nem gyenge. Azt mondta, hogy jó, elege volt az eredménytelenségből, és azt mondta, hogy na jó, akkor holnap menjetek busszal. Jó, 9 óra után még kicsi többet foglalkozunk majd a futballal. Egyrészt hallgatóink üzenhetnek a magyar válogatottnak. Így van, hozhatnak ki labdát, rúghatjuk a bőrt, tengózhatunk itt a parkolóban egy jót. De mindenki egy-egy mondatot üzenhet majd a magyar válogatottnak, illetve a szövetségi kapitány szájába adhattok egy bizonyos mondatot, majd már most lehet rajta gondolkodni, hogy mit nyilatkozik majd a meccs után. Mit kellene mondania? Mondjuk egy győztes meccs után, ha arra fogadtok, vagy egy vesztes meccs után. Mi legyen a kifogás, vagy mi legyen az építő jellegű mondat, ha esetleg nyernek a fiúk. Jó, 9 óra után ezzel foglalkozunk. Viszont még a játék előtt kiderült, hogy egy új őrület hódít a YouTube-on, ugyanis a táska tartalmak bemutatása most a legfrissebb őrület. Hmm. Imádják egyébként, mert hogy mi van? A táska tartalmak felkutatása és bemutatása, és megfejtették a pszichológusok állítólagosan, hogy azért szeretünk más táskájában kutatni, mert vágyakozunk. Vágyakozunk valami iránt, és ha te belenyúlsz egy másik táskába, akkor megnézheted, hogy az ő táskájában mi van, mit hord magával, elsősorban a női táskákról van szó. És ezt tényleg fölteszek a YouTube-ra, és akkor ez a dili, hogy azt meg tudom nézni. Óriási. Igen, nők mutatják meg, hogy mi van a táskájukban, és ők azok, akik kipakolják a sminktáskájukat, és különböző tematikájú tartalomgyártó cégek pedig hát megmutatják, hogy mit lehet még betenni egy-egy női táskába. A nők hajlamosak arra, hogy bestokkizzanak mindenféle teljesen értelmetlen, meg felesleges dologból. Én például rendszeresen szedek elő Móninak a táskájából, hogy 2 havonta szoktam belenézni, akkor az a összes, a feleségem tudunk. A feleségem életem párja, szerelme, az oldalbortám, gyermekem anyja. És amikor belenézek a táskájába, akkor azt látom, hogy például ezeket a kis pici kivonatokat, amiket ugye a bankautomata kidob neked, amit egyébként az embereknek a 90%-a sajnos csak meg fog összegyűrni, és ott hagy, ezeket Móni például összestokkizza, és ott van bent 30 darab a pénz. És nem lehet becsukni már a pénztárcát, mert mindig belerakja mindegyiket szépen, akkurátusan egymásra. Jó, van, az egész család kényszeres. Abszolút, ez mindig megnyugtat. Jó a jóval találkozott. Na, kutassunk egy kicsit, gyerekek, nézzük meg, jó, hogy igaz ez a YouTube teszt, hogy az vagy, ami a táskádban van. Óvatosan, Feri. Lemehetek Feri, egyedül. Feri, jó? Nagyon lassan. Nagyon lassan, nagyon csúszik. Nem baj. Jobb félni, mint megijedni. Bírjátok itt? Összebújtatok, mint a vadmalacok, azt látom az erdő mélyén. De a győriek az üvegstúdió előtt bújnak. Nagyon bújnak. Na. Milyen táskában nézünk bele? Pasitáska vagy lánytáska? Lánytáska, én már látom is, hogy kiébe. Tök durva, Feri, bement a tömegbe, láttad, és mint amikor így a gyerek beújtja a vízbe, így pancsolva szétment a tömeg. Ennyi. A kisebb tesójak így elszálltak konkrétan. És mint egy ilyen kerítőháló a két karjával, így átfogta őket, és 40 embert magához húz. Na, itt titok van ebben a táskában. Csak mondjuk a kisgyerekeknek itt áll egy nagyon aranyos rózsaszín kislány, de az elsősorban nem bánta bácsi, nem ezt. Nem hülye, ő egy gyerek, tudod? Nem hülye. Látom, hogy sírásra vigyed a
nem. Igen, nem mert egészen közel állsz hozzá, és hát cipő ugye, magasság. Az óriás nem eszi gyerekeket, nem? Nem, nem. És az apró ember sem. Na, mi van a lánytáskában? Kiket találtál, Feri? A lány, ő a lány. Hello, hogy hívna? A lányom, ő a lány. Igen, hello, ő szia, Feri, Kriszti vagyok. Kriszti. Ki a táska? Hát a táska az enyém. Ez egy a tiéd, de anyádéban mi van engem? Az érdekel, mert nem akarja az anyád megmutatni. Valamiért. Meg az anyám táskája, mi található szerintem. Figyelj, és kiderül, hogy a mama táskájában gáspré, fegyver. Mi van benne, hogy így titkolod, de tényleg. Minden. Hogy hívnak, mi a kereszteved? Judit. Judit, hello Judit. Azt látod, hogy a lányod mezitlában egyébként kis túlzással? Tehát, hogy konkrétan te kijöttél úgy, hogy nincs rajtad harisnya? Harisnya van, ez inkább ilyen titokzoknak mondom. Ja, titokzokni, igen, azért. Igen, igen, úgyhogy van. Egy ilyen kis hamupipők és topánkában áldogálsz itt, nem igen, fázol? Igen, én a jó időre készültem már. Hát ez egy óra is igen, megjön. Igen, igen. Jól van, na nézzük Mutter táskáját, jó? Hogy mi van benne? Tényleg, Judith Mutter, na, mi az, amit takargat? Mi van benne? Mi van benne? Most 30-as villáskulcs, tudod? Nem mutatod meg? Nem. Nem? Hogy nézzünk el bele? Na, egy dolog, most már tényleg de... kíváncsiak vagyunk. Egy nyilván alapozó, rúzs, nem, két... Váltóbugyi vagy, micsoda, hát majd... Nem, egy benne váltóbugyi. Egy konyhakész gyöngytyúk. Na, mit látsz? Tessék, kezdjük el kipakolni. Csak egy-két dolgot. És van benne egy üvegvíz. Egy boxer. Van egy üvegvíz, nagyon jó. Nagyon titokzatos. Mi az? Fokrém is. Feri, szagolj bele, biztos víz, mert nagyon takargat. Van egy kendő. Van benne két használt Feri, pohár. Nem szólalt meg a pálinka jelződ? Van két használt pohár. Így van. Ja, nem szemeteltek, fog meg, légy szíves, köszönöm. Ne, nagy, elrakják a műanyag poharat, nem szemetelnek. Nem, csak bármikor összeért egy jó pertú. Feri, csak közben mondd, hogy a YouTube ugye azt nem, mondja. Nem, én Szlovákiából jöttem. És azért van nálad fogkefe. Minden szlováknál van fogkefe, aki magyar. Ki tudja, hol alszik? Itt lakik. Aha. Igen, én itt dolgozom a kórházban. Hát most már pár éve. És akkor a mama átrándul hozzád, hozza a fogkefét meg a váltóbugyit. Igen. Érzel... 6 év, amikor eljöttél, ott hajtad a fogkefédet, áthoztam. Érzel némi borzongás, hogy turkálsz táskákból? Mert azt mondják a pszichológusok, hogy tényleg más táskájába egy kicsit turkálni, az némi kielégülést hát okoz. Kicsattan. Jó, tényleg jó. Tényleg jó, főleg így, hogy van benne valami titok, amit sose tudunk. A vizet csekkoltuk, hogy tényleg vize? Hát, azt le volt még műanyag. Le volt plombában. Benne víz. Figyelj, ha Feri meghúzza, az nem víz. Ott biztos, hogy nem megy a torkát. Ha nem vagyok rosszul tőle, akkor nem ha kiköpi, víz. Biztos, hogy víz. Ha elkezd huldokolni, az tuti víz. Na, tuti hova víz. Menjünk? Mit Na, nézzünk még? Nézzük még a lányokat, gyere egy kicsit arrébb. Ó, gyere, ott meg le kell tetetni egy telefonáló lányjal a táskát. Itt van, kapjátok el! Azt már, oda néz! Kivel beszélsz? Szia, kivel? Nővérem, nem gyere. Mit mondan ő? Szandi. Speri átvette a telefont. Szia, Szandi, a Rákóczi Feri vagyok. Hello. Miről beszéltetek? Hangos is, kifelé van rajta egy ilyen mikrofon. Várjál, milyen mikrofon, ne szórakozzál már. Na mondom, már biztos beleszól az. Adik kőkorszaki. Nem igen? Tárcsázás. Te figyelj, ez nem az én telefonom, ez a tiéd, értelmet csak kérem. Mondom, Feri, közben. Na, igen? Szandi, itt vagy? Itt vagyok, igen. Próbálok hozzátok eljutni. És hol vagy most? Hol vagy most? Surika. Hogy is, Surika? A pláza, gyere át a másik oldalra. Aha. Mondd meg, rossz. Jöjjön át a másik oldalra, mert a másik oldal lehet az a tiéd. Egyik irányba indulja. Mit látsz? Szandi, mi? Már rájöttem, hogy pont, hogy az ellentétes irányba kellene. Nagyon. Győri vagy, kicsim? Győri vagy? Nem vagy Győri. Igen. Mit látsz? Egy Debrecen táblát. Igen. Azon gyere, az szerencsés, tudod. Fordulj vissza. És mit mondott a testvéred, hogy milyen segítséget adott? Aha, itt jó, van egy tó. Van tó? Van. A tudatos volt, vagy egy csőtörés? Picit, a tudatos? Feljebb a fertő. Ja, a fertő. Jó, jöjjön, mondd gyere, meg neki, Szandi, Feri. Várunk, puszi, szeretlek. Ja, nem. Szia. Figyelj, Feri, ott van egy nagyon durva piros táska, azonnal nézzünk bele. Az, ott, az. A csak... te neved micsoda, szívem? Barbie. Barbikám, gyere egy picit előre, mert a zászló kitakart téged, és nem látlak. Igen, és miért mészároltad le a Yetit? Igen, Barbie egy ilyen Csubakka szőr van egyébként, konkrétan, mint ha megölt volna egy Yetit. Az meg vagy, hogy minden nő szorítja magához a táskáját? Ennyire intim dolog a táska a nőknek? Neked nem is? Akarja megmutatni. Barbie, neked is? Ebben minden van. Na, nézzünk bele egy igazi női táskába, mutasd, mi van benne? Hát, majd én fogom, Barbikám. Mi az, hogy nem. Semmi. Miért akargatja minden nő a táskáját? Az én táskámmal simán belenézhetnétek, csak nem mondok táskát. Tessék. Na mutasd. Egy notesz van benne. Notesz, kulcs.
Dezodor, igen. Mit szégyelsz eddig? Igen, várj, hát miért nem tudod, még mi van az alján? Jézusom. Netosz, nem netosz, notesz. Igen. Semmi durva. Gyógyszer. Hát, se egy vipera, se egy boxer, semmi. Se egy pasi alsógatja, semmi. Mi az? Egy cikk. Ó, várjál, valakiről ki van vágva az újságban egy cikk. Nem, semmi, gyerekek vannak rajta, semmi érdekes. Nem, ez mi már túl kiégettek vagyunk. Igen, semmi durva. Semmi durva. Nem, ahogy kívülről néztelek benneteket, nem lehet könnyű a feleségeteknek. Én még két ilyen, ahogy kinyílt a táska, cimzár, így félresiklott, abban a pillanatban, hogy mindegyik kivetkőzött magam. Kíváncsi voltam, hogy működik-e a lélektanárnak a cikknek, hogy állítólag kéjes borzongást okoz. Igen, azt, hogy turkájában bőrös lett a tar, vigyél. Hallott, kirázott a hideg. Hallott, szemüveg lencse tiszta anyám. Talált még valakit a Ferim. Azért, mert ahogy elkezdtünk beszélgetni, igen, a kolléga lenézett a hasitasira, és próbálta eldugni, hogy hasitasi, neki nincs. Szia, hasitasi nem kér kódot. Szia, Balázs vagyok. Balázs. Na, hát Balázskám, ez megvan tömve rendesen, vagy álcázol valamit deréktájon, így vagy van mit vinni. Vagy nem hasitasi, hanem a nadrágnak a tartozéka. Semmi titkos. Pénztárca, iratok. Ez a hasi... Vibera, te komolyan? Annálod. Vibera. Igen, két gázpisztoly, meg egy 9001-es defenol gázspray. Még valakinél volt egy férfinél egy nagyobb váltáska. Itt valahol, nem? Nem. Az a durva, képzeld el, hogy ebben nagyon mások a férfiak. Tehát szerintem a pasik egyébként teljesen... Feri, annyira indiszkrét. A Feri, nem, ha ezért jöttem, mi van benne? Hallod, Feri, te nem vámos voltál az előző életedben? Vagy, de komolyan mondom, mint amikor régen a határnál felszálltak a vámosok a buszra. Suzuki szórólap, van egy fél kenyér benne, tessék. A viszont a győriek rendesek, senki nem szemetel, eltettel, ne így az egészségtelen. Nagyon rendesek a győriek. Ezt egyébként, igen. Tényleg. Ja, ez jeges kávé, szemüvegtok, na itt van egy gatya. Tudod milyen vagy, Feri, mint Yoda a birodalom visszavágban. Ja, esernyő, azt hittem, hogy te is egy alsógatyát hordasz, egy valami technikai szerkezet, semmi. Még egy víz. Ferit kéne leküldeni tompára. Aha! Ah, meg vagy! Ott senki nem jönne át. Meg ott senki irat nem jönne át. Tartó, itt is van egy, ez micsoda? Az egy blokk. Ja, tudod, mi a durva? Hogy a női táskákban sokkal izgalmasabb dolgok vannak, mert a nők tényleg raktároznak egy csomó mindent, elraknak rengeteg mindent, ami, igen, nem kell, azt is magukkal viszik, tehát a nők azok konkrétan háborúra készülnek. Azt észrevetted, hogy Feri belolvas a levelekbe? Én ezt már nem nézem. Ja, várját, megnézzük, mert találtam egy bizonyító erejűt. Annyi, hogy a pénztárcát is tedd vissza, Feri, léci, jó? Amit az előbb kivettél. Mit találtál? Figyeld, olvas. Hogyan történik a földminősítés? Mi van veled? Na, mi van? Mutassa be a team felépítését és hátterét. Ez valami vizsga? Hát azért, ha, igen. Mit tanulsz? Mi leszel? Szárt. Mi leszel? Környezetmérnök. Környezetmérnök. Azt a betyárját. Tudod mindenre a választ? Hát majd fogom tudni. Hát azért tanulja, hogy tudja. Ja, igen. Tényleg, jól van. Akkor ezt visszaadom, ez kell, ugye? Hát kéne. Igen, mert ahhoz képest elég egy gyűrött, hogy így az aljában van. Jó, éreztem, ugye, akkor működik ez a dolog. Engem érdekel. Hello, igen, mi van a táskádban? Hát kutyák ellen. Gáspré. Jó lesz az ember ellen is. Hogy hívnak, hello? Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, és fújtál már ezzel kutyát, volt már? Nem, de muszáj hordanom. És mindig mész, és jön egy kutya, elkezd dugatni. Megérkezett pedig közben. Azt mondja, hogy igen, ez kutyák ellen van. Nem próbáltad még soha? Nem, hál' Isten, mert nem is rossz. Azok a kutyák. Mondja már valaki, hogy vau, vau. Figyelj, Jani, fújok a levegőbe, szagolj már vele. Jaj. És bedobtuk a tömegbe. Meg még ilyen nem is van. Az micsoda? Hát figyelj. Bevásárló szatyor. Halálfejes bevásárló szatyor. Klassz, FMS, bevásárló szatyor. Nyáron is itt voltam. Ó, ez nagyon jó. Na, de tudod, hogy egy agásprék egy idő után besülnek és nem használhatod? Mikor vetted? 3 hónap. Próbált neki, nagyon hogy jó emlék. Merről fúj a szél? Tűnőzöm. Honnan arról fúj a szél? Ha honnan itt fújsz, akkor mindenki sírni fog. Ez most a legjobb, de így körülbelül. De ez emberre nem ártalmas, nem? Nem. Selfizünk, gyere. És arcon fújnám magunkat, tudod. És a nyári tapasztalatok miatt vásároltad már a gázsprét? Nem, hanem állandóan kifutottak a kutyák. Nem azért, nem. Kifutottak a kutyák, munkából mentem hazafele, aztán muszáj volt venni. Szóval tényleg csak fenyegetted, hogy gyerek közelebb, lefújlak, lefújlak. Mindig fogtam a vizet. Tényleg fogod a bringát? Nagyon jó vagy. Igen, Terike néni magát is, sokat a bat. Üdös banya, ne gyerek közelebb. Nem tudtam, hogy van ilyen külön kutyákra. Te postáztál, te tudtad, hogy van ilyen külön kutyákra? Hogy ilyen lehet csinálni? Csak kutya? Tehát az emberre nem. Semmit nem is érzel, nem? Próbáld már ki, fújj! Na jó, várjál, na! Hajolj ide, Feri! Nem, ha belefújok a levegőbe, elszáll? Nem fújok bele, mert megfulladunk itt aztán sokan. És mi van még a tárkádban? Valami izgi?
ezek után tényleg. Tessék? Nem sminkelem magam, semmilyen nincs. Há, akkor sem. Üdítő van benne. Én belenézek. Különben megettem a kajámat, mert mondom, meglátjátok. Most megetted gyorsan, hogy meg észre ne vegyük? Egy önvédelmi fegyver nincsen, mert egy jó tejgumis csúzli 20-as anyával. Más, ja, egy nőnél legalább legyen egy gáspiré. Komolyan mondom, nem csak a kutyák miatt. Tehát, ha éjszaka mentek haza, sötétbe kell menni, jön a csávó, akar valami rosszat, arcon fújod, aztán tovább mész. De komolyan mondom, minden csak meg. Mit van még? Hát a biciklin, tudod, hogy lássam. Fogadjunk, hogy Klassz FM-es. Nem. Hogy ezt is. Vettem nemrég. Pedig úgy néz ki, olyan a színe, mint a Klassz FM-es lenne. Jól van, helyes, legyen nálad Gáspéri. Köszönjük szépen, szelfiztél egyébként? Igen. Jól van. Majd küldtem SMS-t. Hány éves az autó a családba? 17. Ó, milyen autó? A Renault. Renault? Aha. Jól van, hát azt ideje lenne lecserélni. Szerintem is. Ugye? 17 éves autó, hát azt le kell cserélni. Jól van, maradj itt 3-4-10-ig, akkor húzunk. Oké, okay, köszi, hello. Vagy hát még marad az SMS természetesen, ha valakinek nem sikerül. Jól van, drága hallgatók, játszunk nem sokára, jó? Óven bácsira tudtok jelentkezni a Hostess lányoknál, ha elvileg játszanátok. És mondjuk azt is, hogy... Bocs, Feri, add vissza a táskát, légy. Nem, én akarom még ezt. Jaj, nézd már. Feri, óvatosabb, papa. Igen. Feri nagyon rákattant. Igen, hogy küldjetek friss közlekedési híreket, mert abból egy kicsit ma reggel kevesebb van, hogy mi a helyzet az utakon. Jó, segítsünk azoknak, akik úton vannak. Jó, és jön nem sokára az első Suzuki játékunk is, úgyhogy jövünk Ákos híre után. Na kérem szépen, már itt is vagyunk, mondom, hogy mennyi az idő. 3:48 van, egészen pontosan. 3:48, úgyhogy mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az mindig jó. Az mindig segít azoknak, akik úton vannak, hogy tudják, hogy mire vigyázzanak. Legyen információ, hadd menjen az ország szépen, kerülj el a baleseteket. Cseppelen a második Rákóczi Ferenc utca teljes hosszában mindkét irányban teljesen bedugult. BKV busz küldte nekünk. M1-es 44-es 45-ös kilométer között útépítés Budapest felé alakul a dugó. Csapesz üzente. Széchenyi Rákóczi út végén működik a trafi. Valamint György felé az M1-esen lépésben haladunk 130-al. Kristóf írta nekünk, lépésekben haladunk 130-al. Hát figyelj, neki az a... Mivel megy? 180-nal szokott menni. Egy Bugatti Veyronnal, azzal biztos, hogy lépésben halad az ember 130-al. M3-as kivezető már be van dugulva kifelé, a Gáspré selfie a nap vicce puszi napot. Majdnem megcsátuk, Jani, ha nem volt bennünk elég bátorság, rá kellett volna nyomni egy selfie, tudod, ketten belenézünk. Nem volt, puhák voltunk. Visszatudom kérni. Egy előtte utána fotó. Figyelj, ha kemény vagy, megcsinálod. Figyelj, mi a Wunderon megcsináltuk, hogy arcon lőttük egymást, úgyhogy nem, kipróbáltuk, hogy milyen nem követendő, életem, nem vicces. Életem egyik meghatározó éleménye volt a következő jelenet. Egy késsel a kezemben rohanok Balázs felé üvöltve, és egy egész tárat beleürített az arcomba gázpatronokból. És ahogy érzed, tudod, rohansz, és így tudod, az első, hogy igen, és még egy picit kivált, mert látta, hogy messze vagyok, és nem akarta elpazarolni az utolsó lőszer, és amikor fél méterre voltam tőle, bang, az utolsót is az arcom eresztette. Hát zseniális. Semmi értelme nem volt, de jó semmi, volt. Semmi, ettől volt jó. Gyakorlatilag semmi értelme nem volt. De nem csináltuk meg ezt a Gáspré szelfit, nem? Az a baj, már mi is öregszünk, tényleg. 37-es főúton erős köd és nyálkás útfelszín, óvatosan vezessen mindenki, Kepes küldte nekünk. Balmazújvárostól Nyírbátorig az egész úton nagy a köd. Néhol nagyobb, néhol kisebb, ez G üzente nekünk. Kenyeres láda fekszik a belső sávban, pont a kanyarban, az M3-ason a 26-os kilométernél Pest felé, 24 órás futár Pistin küldte el nekünk, úgyhogy ott is legyetek óvatosak. Kenyérrel vagy kenyér nélkül, ez még egy fontos információ. A kenyeres láda. Hát, akkor összeszedjük, nem? Akkor összeszedjük. Na, játszunk egyet Jóven bácsival, játszunk már, itt is vannak a játékosaink. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Lányok, hello! Hello, Balázs, sziasztok! Sziasztok! Hát ismerősök. Igen. Néha a táskátokba kutatunk, néha bejöttök játszani. Nagyon jó. Csak akkor fogom egy kilógni a lólába, amikor ők viszik el a vitarát. Jó. Rokonok. Igen, értsétek meg, drága Győrék, a rokonságnak be kell férni. Hát, és Marika nénit puszilom. Aztán vasárnap jöttök ám ebédre. No volt múltkor a pörköt, köszönjük. És az lobos torta. Igen. Még egyszer a neveket, csak segítsetek nekem. Kriszta és Judit. Kriszta, Judit. Jól van.
Na, meg volt a selfie? Mindenki selfizett? Nem mozdultunk még innen első sorból, mert igazából csak miattatok jöttünk ide. Félhatóta itt vagyunk, és nagyon örülünk, hogy játszhatunk veletek. Főleg azért, mert végre 3 percig melegben vagy, mi? Főleg ezért, igen. Figyelj, ilyen turnusváltások. Nincs túlöltözve. Nincs. Reggel álltam a garróban, majd csak annyit kérdeztem a Vikitől, ez nagyon átlátszó. Ha igen, akkor jó lesz. És mondta, hogy nem, csak válasz valamit a sajátjait közül. Igen. Nem nagyon átlátszó, de azért ragaszd le a melbimóidra. Figyelj, hát legalább ránézel a melbimómra, látod, mennyire van hideg. Nem? A bimbó megmondja. Ha nagyon áll, mennyire akkor... jó a buli. Igen, nagyon áll, nagyon hideg van. Miért nem szelfiztetek? Hát azért egy új autó nem lenne jó a családba? Hm? Végül is. Ugye? Ne vicceljetek már. Mi azért sokat próbált öreg rókák vagyunk a szakmában, és tudjuk, hogy ha valaki úgy jön oda, hogy csak miattatok jöttünk, és egyébként már fél öt óta ott vagyunk. De mi tényleg csak miattatok jöttünk. És az autó az csak szegény beteg nagymamát miatt lenne, a kórházba kellene vinni. Persze. Ja, Istenem. Ki mivel foglalkozik egyébként? Mit csináltok? Ezt kérdeztem már? Igen, kórházba dolgozik évek óta, az édesanyja pedig átjött a fogkrémmel. Igen, Jani, nagyon jól. És látod, megpróbáltalak megfogni János, de nem tudtalak. Azt hittem, hogy nem figyelsz. Így van, és ez egyfajta titok zokni rajta. Igen. Mindenre figyelünk. És kórházban mit csinálsz? Ápolóként dolgozol? Igen, ápolónő vagyok, így van. Az egy olyan szép hivatás. Igen, hát már nagyon régóta. Hát majdnem most már 10 éve ezt csinálom, és nagyon szeretem. Igen. Nehéz, de... Ez csak úgy működik, ha ez a dolog belülről jön, nem? Hát pénzért biztos, hogy nem vállalod. Pénzért biztos, hogy nem, tehát az egészségügy helyzetét a sajnos tudjuk, tehát hogy belülről kell, hogy jöjjön valami motiváció, hogy minden nap ezt az ember meg tudja csinálni, nem? Igen. Ez egy nagyon szép hivatás. Nem lehet könnyű naponta 4-szer végig hallgatni, már csak napjaim vehetnek hát a nővérke. Mutan lehetne esetleg még egyszer. János így fog megöregedni. De gyerekek, kicsit erre számít. Ez egyébként komolyan mondom. Tehát erre számíthatok. Jó, megvárom, amíg majd az unokáim, meg a gyerekek, meg a feleségem így elsétálnak. Igen, biztos, hogy elmentek már. Csak simogassa végig itt a takarót, ahol dudorodik. Ne sajnáljon. Én a Sopronban hallottam konkrétan, hogy ott már nem arról van szó, hogy egy orvos hiányzik, vagy ápolók hiányoznak, hanem konkrétan az orvosok fele hiányzik, és keresnek egy kórháznyi személyzetet, orvost, ápolót, mert hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon jó itthon, nagyon klassz, de nincs messze Ausztria, elmetek dolgozni, és a Soproni Kórház és Rehabilitációs Intézetben konkrétan elmentek a szakemberek. Hát, elképesztő. És ez nem is lehet csodálkozni, hát, hogyha mondjuk egy átlagos körzeti orvosként Ausztriában annyit keresel, mint egy osztályvezető főorvos itt Magyarországon, hát akkor miért nem mennének el? Tehát, hogy meg lehet érteni. Na, de gondold el, hogy így szól az álláshirdetés, hogy a szakemberek fele hiányzik, az intézmény keres 7 főorvost, 13 orvost, 5 osztályvezetőt, 11 szakdolgozót és 10 egyéb alkalmazottat keres hirdetésben. 30 fő fölött keresel. Ott azért kong az üresség. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Igen. Na jó, egy picit komolyság belefér, de ne legyünk azért túl komolyak, de hát kétségbejtő valóban az egészségügy helyzete. Játszunk, jó? Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, és szerintem ti nem halljátok, tartsátok oda a fülest, vagy vegyétek föl, Judit, amelyik egyszerűbb, jó? Jó. Na, mutatjuk, mit csinálnak, figyeljetek. Állj már, megint szilveszter. Igen, szilveszter, tűzijáték. Tűzijáték. Aha, tűzijáték. Megint ott dohányzott Óven bácsi, ahol nem kellett volna. Igen. Na, várjál. Azt mondja, hogy... Mutatom. Jó, egy nagyon rövid lesz, mert nagyon könnyű. Rövid. Titanic, Celine Dion. My heart will go on. Persze, hát ezt a csajok tudják. Titanic. Én énekelted is. Jó, oké. Igen, ez egyből. Hát ez a kedvenc number van, így van. De azóta jó, hogy a muter elkezdett futatni. Énekelde, amatőr énekes vagy. Gyorsan énekelde. Hány vagy a rádióban, mutasd meg magad, kislányom. Mondjad, mit mondasz? Lesz magam. Imádom, mamát, utasd meg, utasd meg! Most indítja a karrieredet. Te amatőr énekesnő amúgy. Igen? Van zenekar? Volt. Istenem. Nem. Én meghalom ezt a dalt, és mindig eszembe jött Leonardo, ahogy így... És össze akarsz bújni vele, mi? Megfagyva lesüljed, tudod, és így nézi a két vízlet, és így eltűnik, tudod, és még két ilyen homoki tigris szápad. Nekem akkor meghalom az első taktusot, mindig a gyalogalup jutról az eszembe, az a jelent, ahol a mocsára épült várban az apa. Állj!
Állj, nem akarok többször hallani. Tudjátok, én nekem nagy kedvencem a Pretty Woman is, én szeretem az érzelmes filmeket is. Én szeretem a Titanicot is, én bevállalom, gyerekek, James Cameron azért nagyot alkotott, azért nagy film. Szóval persze, hogy kicsit gicses, kellett egy szerelmi történet, meg az egész egyébként nem illik nagyon oda, de maga a Titanic azért az, ahogy meg van csinálva, amilyen kaszkad örököni, az egy jó film. Ez mindig egy százas papírzsebkendő csomaggal űzbe nézni. Hát én nem tudtam, mi a vége azért. Hát nem ismertem a történetet, tudod, hogy meglepett, hogy elsüllyedt az a rohadt nagy ajó. Hát én azt láttam, minden nem tudhat az ember azért. Hogy a stáblista előtt még látjuk, ahogy a furulya lebeg a víz színén, tudod, mindig szemmel keresünk, ki furulyászat, ki arról? Hol lehet a furulyás? Van még valaki a vízben? Igen, én itt, senki, mehetünk. Jaj, de szép, most úgy elérzékenyültem. Jó, van egy ajándékcsomagotok, jó? Köszönjük szépen, nagyon örülünk, hát ezért már érdemes volt. Na, de azért tessék egy szelfit csinálni. Igen, hát, fogom, most már egy autót. Biztos, hogy csinálunk. Hány éves az autó a családban? Hát nem is tudom, 4-5 éves. Tehát fiatalabb bacska. Igen, fiatalabb bacska. Mm. Na jó van. Puszilunk benneteket, jó? És titeket, köszönjük. Köszönjük. És készüljetek a hármas ugrás. Sziasztok. Ciao, ciao. Na most ez most tényleg a Titanicon gondolkozol. Na, nem állsz, olyan ciki. A szekrényen 40 éves férfi vagy, nem áll. Tudom, miért nem fértem föl én is a szekrényre, menj innen, menj arra, miért vagy ilyen kövérkét? Hallgass a zenét, most süllyed el, DiCaprio. Megértelek. Én ugyanezt érzem mindig, amikor a Stalingrád című filmben látom, hogy a T-34-esek széttapossák a német lövésztekőket, mindig sírokra. Vagy ahogy jönnek a zombi apokalipszis. Jaj, le is mond. És ez a kislány a saját apjának a nyakja. Gyerekek, James Cameron azért zseni. Szóval, hogy azért jegyezzük meg, hogy azért neki köszönhetjük a Terminátort. Jó, papírceruza mindenkinél van. Írjátok fel. Bolygó, James Cameron egy zseni. Bolygó neve halál, pedig Ridley Scott után azért a 8. utas a halál után azért az nehéz volt jobbat csinálni, és neki majdnem sikerült. Nem volt neki. Megcsinálta könnyű. Az Avatart, szóval azért nem csinált ő rossz filmeket. Bizony. A csávó egy korszakos zseni. Így van. Mit csinált a Ridley Scott? Egy Alient. Most mit csinálok én? Legyen sok Alien! De jó, azért az jó, jó film. Na jó, na. 6 perc a pontosan, 8 óra megyek sírni, ti pedig tartsatok velünk, és utáljuk együtt Gwen Stefanit, jó? Most 8 óráig mindenki jó. Utálja Gwen Stefanit. 3-2-1, gyűlölet! 3-2-1, utáljuk Gwen Stefanit, egy ribanc. 5 perc a 8 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Morning Show, nagy őszi roadshow. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Na jó, ebből elég. Adjátok vissza a Ferit meg a Janit. Hol van? Én már itt vagyok. Szétszednek bennünket tortázik, a győriek. Tortázik, süteményezik, pitével csencsel. Nem, semmi ilyesmi. Lúdlábat ad el. Ha akarom vinni azt a vonalat, amit eddig ütöttünk, akkor azt mondanám, hogy helyetted népszerűsködik, mert te nem jössz ki. Te nyilvánvaló szemét. Hazugság, mert egyébként most Balázs gyerekek soha ennyit nem volt még kint egyébként, mint ezen a héten, úgyhogy nagyon szépen tolta, de hát ha már rácsatlakozunk egy vonalra, akkor nyilván ezt a vonalat kell ütni továbbra, és Jani egyébként ajándékot osztogat, népszerűsködik és ilyenek. Valakitől olyan szőlőt kaptunk, gyerekek, komolyan miért? Mondom, az eszem megáll, Pesten minden zöldséges azt gondolja, hogy az igazi szőlő az ilyen dínye méretű, és azt kell megvenni. A vevők is mit keresnek? A nagy szőlőt, a nagy szőlőt. Az olaszt. Egyébként mi az igazi szőlő? Nézd meg, apró szemű, pici, édes és nagyon finom. Muskotályos. Én nem tudom milyen, az. De nagyon jó. Én behalok ettől a nagyszemű szőlőtől. Én ezt szeretem, ez a jó. És Pesten csak ezeket a tényleg ilyen dinnye méretű, ilyen genetikailag génmódosított, hatszorosan génkezelt, sárga dinnye méretű szőlőket lehet kapni. Ez nagyon finom. Elárulom ez az igazi. Azért, mert azt keresi a vevő egyébként. Igen? Igen. De nem az igazi szőlő. Én beszélgettem pont 3 hete a zöldségessel, és ő mondta, fie, hozunk nagyon jó hazai szőlőt, senkinek nem kell. Egy Sebestyén Balázs. Mondta. Aki keresi, de hogy mindenki egyébként a nagyszemű olaszt viszi. Ki szereti ezt a kis apró szemű szőlőt? Tessék, nagyszemű. Ketten jelentkeztek. Ki szereti a nagyot? A vastagot? Na, itt a lányok elől, mi? Ha már vastag, gyerekek, holnap a vastagék közül, ahogy mondtam tegnap is, a vékonyabbik jön hozzánk, 10 óra után a West Endnél ugye Vastag Csaba koncert. Csak hogy méltóképpen zárjuk le ezt az egyhetes turnét,
úgyhogy Vastag Csabi rajongók is gyertek holnap. Ott leszünk ugye a Nyugati téren, ott sorsoljuk majd az autót, és szuper sztereó koncertünk van 9 óra után a Klassz FM Morning Show színpadán, úgyhogy érdemes bennünket meglátogatni. Ami még fontos, hogy ne küldjetek több Suzuki-t, Vitarát, S-Cross semmit, mert hogy lezártuk az SMS-ben jelentkezés lehetőségét. Összesítjük szavazatainkat, megkérdezzük Ali Frézsőrt, a sorsolási bizottság elnökét, Esztergomban, hogy mindent rendben talált el. Valószínűleg mondanak, és akkor utána sorsolunk 9 óra után, jó? Úgyhogy leállhattok, nem kell többet küldeni, megvagyunk. Jó? Szerintem még az is küldött, aki nem akart, aki akart, az pedig legalább 4-et küldött. Úgyhogy tényleg sok-sok ezer SMS közül 9 óra után hívjuk majd a győztest, nem kell több SMS-t küldeni. Vége van. Vége van. Ennyi, vége. Megálltunk. Emészétek meg. Ott valaki integet neked, János, egy pici apró. Szia. A kislány egyébként Oszcián rajongott, csak mondom. Komolyan? Bizony. Mondtam neki, egy pár év múlva le fogod cserélni a rózsaszínt feketére. A Hello Kitty helyett több halálfej. Igen, igen. Jó irányba megy. Beszélnem kell a szüleivel. Ilyen 5 éves formának nézett ki, és már Oszcián rajongó. De valószínűleg nem magától mondta azt, hogy anya, hagyj hallgassak Oszcián. Tehát, hogy azért mindig van egyfajta szülői ráhatás. Nekem a Benny például imádja a Guns N' Roses, de alig várja, hogy jöjjön, ki akar menni, az összes számot tudja kívülről, címét, megismeri a Slash-t az óriás plakátról, rámutat. Ez Slash. És kik azok mellette, mert nem az Axl. Mondom neki, a Mice-ken Edivel jön most ő. És biztos, hogy ki kell vinnem. Tehát mindig az van, amit a szülő hallgat. Vagyis valószínű, hogy valamelyik szülő Oszcián rajongó. Magától a gyerek nem kezd Oszciánt hallgatni. Ez tény, nem? Hát azért, vagy ha csak nem valami alternatív oldalába jár. Ismer a szüleit, ne otthonosok. Szandisok, Szandi rajongok. Na, szóval holnap zárul a turné Pest West End, ez Vastag a helyszínünk. Nyugati tér, Vastag Csaba koncert. Nagyon sokan lesznek, gyertek ti is. Holnap még a helyszínen valaki lehetőséget kap arra, hogy kulcsot kapjon a kezébe, 9 óra után pedig remélhetőleg mind a 6 nyertes ott lesz. Ugye 5 az 5 különböző helyszínről. Egy valakit ma hívunk 9 után, neki egy napja lesz felérni. Tehát ott lesz holnap a 6 nyertes. Nem olyan nagy az ország, hogy ne lehessen ezt megoldani. Időbe diszponálunk mindenkit. Időbe diszponálunk, ki tudja, ki honnan jön, úgyhogy tessék időben elindulni. Tegnap odajött egy nagyon helyes kislány az esztergomi kitelepülésünkre, és mondta, hogy ő Vastag Csabával szeretne fotót készíteni. Mondom, hogy én nem leszek jó. Nem. Hát, ez ilyen. Igen? Igen. Ja, neki akartad fölhívni a Csabát telefonon? Igen, azt sajnos nem sikerült megszereznem a telefonszámot, de szeretem volna őket összekötni egymással. Nem akartam az útjukba állni. Láttam, mert bejött Jani, hogy nincs egy Vastag Csaba számotok. Hát mondom, én nem beszélek a Csabámon. És neki mondtad el, hogy egyszer már pusziszkodtál Vastag Csabi? Elmondtam neki, hogy mindig, amikor találkozunk a Csabival, akkor átöleljük egymást. Így, és akkor a Csabi mindig itt a jobb mellemnek szokott neki támaszkodni, és hogyha gondolja, akkor nyugodtan fogja meg a jobb mellizmomat, mert hogy a Csabi is ott szokott. De már indult a kezem. Mondtam neki, hogy egyébként, amikor a Csabival találkozunk, akkor mindig puszit is adunk egymásnak, és van, amikor még a nyelvét is átdugja. És hogyha akarsz Vastag Csabával kicsit találkozni, akkor nézd meg a nyelvemet, mert ott van rajta egy Csaba DNS. Na, mondtad neki, hogy jöjjön-e holnap Pestre? Nem mondtad, hogy fellép Csaba? Elfelejtetted mondani, hogy üljön be egy autóba, vagy üljön vonatra, és jöjjön el, mert holnap 10 órakor Vastag Csaba koncert. Simán lehet, hogy egyébként most ebben a pillanatban annyira elszánt volt, annyira látszott rajta, hogy tényleg akarja ezt a dolgot, lehet, hogy most ebben a pillanatban rúgta ki maga alól a széket, és indult meg, gyalog. Felüvöltött és elindult. 9-kor pedig szuper sztereó. Na, tényleg, ne küldjetek többet, semmit, jó? Se Suzuki, se Vitara, semmi, vége. Aki most küld, kizárjuk a játékból. Á, nem, de egyébként kicsit igen. Úgyhogy ne küldjetek. Na, nyugodjatok meg. Mindenkit. Vége van. Eddig nem küldetek, most már nem. Azt nézem, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. És vannak. És megint vannak. Hihetetlen, hogy ebben az országban történik bármi is, azon kívül, hogy mi Suzuki Vitarát adunk. Mi? Figyeljetek, kit kell boldogát tennem szájjal, hogy lekapcsoljuk itt a klímát bent, mert konkrétan felöntést csináltánk, szauna szertartást. Én tudom, hol a kapcsoló. Ismerkedjetek meg egymással, szerintem a Wikit. Ki az, aki ennyire fázik? Az oké, hogy kint hideg van, de tényleg elkezdem magam mindjárt egy ilyen csalálevével csapkodni, sósmézet keregetek a bőrömre, és felöntést rendelek el. Így van. 43 fok van bent a stúdióban. Mint egy török gőzfürdőben. Mindig várja az ember, hogy bejöjjön három ilyen szőrös hátú török ember, így ágyékötőben, és elkezdjen csapkodni mindenféle ágakkal tényleg. De nem baj, jó ez egyébként. Jó ez. Én a forró teát is szeretem. Mondtam már, hogy Gwen Stefani egy ribanc? Mondtad már. Mondtam már? Mondtad. Jó, ezt gondolom. De komolyan mondom, ezt a tehetséges... Senki. De miért nem hívott vissza? Ezt a tehetséges Király Viktort, hogy nem vitte magával, egyszerűen komolyan mondom. Hát a Pali jól énekelt, nem volt hamis. Én megnéztem felvételről. Egy csomó mindenki hamis volt. Meg lehet már nézni az interneten. Rengeteg a hamisan énekelnek. Erre mit mondott ez a cacka? Hogy nem őt viszi tovább, hanem a másikat. Nem vitte tovább. Ki esett Király Viktor? Tessék? De kikérem magamnak, hát tényleg. Elrabolsz valakit, majd utána kiejted. Hát van ennek a nőnek szíve.
nem olyan, mint a kis herceg is a róka, érted? Magamhoz édesgetek valakit, és ott hagyom a sivatagba. Azt mondja, gyere Viktor, majd én elviszlek, majd a következő körbe kiejtem. Hát milyen ember az ilyen? Van ennek szíve? Nincs. Egy ronda, kiélt zsé kategóriás sztár. Mondjuk két héttel ezelőtt pont az ellenkezőjét mondtuk. Jó, hát még, akkor még érdek, most jó fej volt, de hát azért változnak az idők. Soha többet nem játszhatunk Gwen Stefanit. Jó? Soha többet. Ez a rádió nem játszik Gwen Stefanit. Soha nem játszottunk. Ez akkor is igaz. Na, ezért merek ilyeneket megfogadni. Így van. Ebből is látszik egyébként, hogy a jövőben láttak. Jövőben láttak a főnökei. De tudod mi van? Én tudom mi van. Féltékeny volt rá. Elhiszed, hogy féltékeny volt hogy rá? Már miért? Féltékeny volt rá. Hogy féltékeny volt rá azért. Érted, hogy annyira nagyra nőne, ha megnyerné. Azért lehetett. Hogy annyira nagy lett volna a király Viktor Amerikában, hogy egyszerűen Gwen Stefani azt mondta, hogy nem. Tényleg? Nem, én féltékeny most vagyok. Kell megállítanom. De miért a Viktornak gondosabban volt frimelve a bukszája? Vagy? És tudom mi van? Ott van ez az aras. Az is köcsög. Az is. Ki az? Ott van, hogy hívják? Akivel párba jözött a Viktor és végül alul maradt. Az aranyosan, diszkréten elhízott kisfiú. Akinek Adélt énekel. Ja, tudom. Mindig tudom. Sam Smith, nem tudom, hogy hívták. De Smith egyébként. Igen? Igen, Smith Sanderson. Várjál, ki volt a neve? Hogy hívták? Sonite. Igen, Slippy Slappy Sloopy, Mr. Sam Sonite. Tudja valaki, akivel párba jözött? Hogy hívták? Jordan Smith, de jó vagy, nagyon jó vagy. Jó van, ajándékcsomagot, hozzál nekünk. Jordan Smith, na most vele persze, hogy nyilván azonosul mindenki, hiszen egész Amerikában elhízott emberek élnek. Mi történik? Látsz egy elhízott fiúk énekelni, és azt mondod, az én is lehetnék, hát én is állhatnék ott, a szegény ember, mikor nem elmegy szerencsét próbálni. Nem lehet, hogy csak jól énekelt? Persze, nyilván jól énekel, most jól énekel, érted? Hát most jó. Hányan énekelik jól? Én is tudok így énekelni. Na, nagyon várjuk a pillanatot, nagyon. De nem, tényleg, egyszer lehetne végre valaki világsztár. Egyszer, eddig mindenki külföldi karrierről beszélt, nem így van? Ákostól kezdve hányszor végighallgattuk már, mit tudom én, a Kerozinnál, meg a Cosmic Star is, hogy... Majd a Kerozin amerikai turné az azért. Hányszor merült föl, hogy na majd ők világsztárok lesznek, mit tudom én, tényleg, kompakt diszk, mit tudom én, nem tudom. És most ez a fiú tényleg ott állt a küszöbén, de kellett volna még egy-két forduló. Erre mi van? Jön ez a csaj, jön ez a cafka, és kiszórja Viktorunkat. Azért. Kiszórja, érted? Ez a hűtlen állat. Igen, meg kellett nekik a sztori, mert zavart őket. Jól énekel, jó képű. Te soha nem csinálnál karriert Amerikában, abban biztos vagyok. Miért? Jól énekelsz, és jó képű vagy. Érted? Engem és hiába mennél be, igen, odaállnál a színpad, és hiába mondanád, hogy a moment in time. Senki, érted? Senki nem nyomna rád, semmi. Ez már a jól énekel rész volt? Persze, mert az amerikai hülyék zabálnak, lusták, tunyák, eszik a sok cukrost, izét, aztán Jordan Smith-szel azonosulnak, érted? Így van, kapják, na menjünk. Vennel az élet. Hova menjünk? Jó van, ja csak mondom egyébként, hogy 12 óra 25 perc. Na. Ennyi van még hátra. 9 óra után, mi van? Micsoda? 12 óra 25 perc. A meccsig? Ja, ezt akartam mondani, hogy 9 óra után mindenki üzenhet a magyar válogatottnak, itt élőben is. De 9-ig üzenjetek Gwen Stefaninak. Jó? Jó. 9 óráig mindenki elküldheti, hogy mit gondol Gwen Stefaniról. Komolyan mondom, aki elvágta hosszú évekre az egyetlen magyar fiú lehetőségét, hogy világsztár legyen. Ezt nem teszi zsebre a Rüdke öcsém, amit most kap. 9 óráig írjátok meg, hogy mit üzentek Gwen Stefaninak. Jó? Tényleg, akinek van SMS-e, hova akinek indultunk? Van... Tessék, hova megyünk? Úgy felhúztam magam, kijöttem a stúdióba. Jó, itt megyünk. Most úgy felhúztam magam. Az első sorokból menjenek a gyerekek, nehogy baj legyen. Vigyázzatok, ilyenkor már köpköd. Tessék, mit üzensz Gwen Stefaninak? Tessék. Ez az! Ugye? Hogy megmondta? Hogy megmondta ő is? Hát! Még én is kezdtem egy kicsit szűkölni ettől a háttól. Beleborzongtam ez annyira durva. Ezt adjátok Ed Gwen Stefaninak, hogy Magyarországon ilyen emberek vannak. Hát én nem örülnék, hogy egy ilyen hátat üzennének nekem. Komolyan mondom, évekig nem lesz senki, aki világsztár lesz. Senki. Jó, azért még ne temessük, ez lehet, hogy elég volt, hogy elinduljon. Tud mondani valaki durvábbat is, amivel összeszedhetünk egy 20 milliós NMHH büntetést? Hát. Igen. Küldjétek el SMS-ből, hogy tudunk szelektálni. Na, játsszuk egyet? Játsszuk egyet. Mi legyen a játék? Segre pacsik. Jó. Jézus Isten, na jó, hagyjuk ezt. Ez kezd egy kicsit mikroszkop színpados lenni. Utat kérek. Szétnyitom a tömeget, ahogy Jónás a holtenger. Így van. No. Lexikálisan csak hülyeséget tízik, jó? Barabás a Nílus. Hello lányok, ciao. Sziasztok, mi van, hogy vagyunk? Ti vagytok a játékosaim? Miám. Akkor jó helyen vagyunk. Itt hogy hívnak? Évi. Viki. Évi Viki, jó, én ezt az oldalt megjegyzem. Jó, Évi Viki, tényleg négy nevet nem tudok. Évi Viki, a másik oldal. Évi Viki. Bence. És Robi. Bence és Robi. Bence és Robi, Évi és Viki összecsapásra. Barátnők?
Barátnők? És kollégák. És kollégák. És ti? Mi nem barátnők, barátok. Hát megdöbbentettél, Bence. A humor van minden. Barátok. Mit dolgoztok, lányom? Fagyi szalomba is cukrászat. Ne csináljátok! Jani, nézd meg, mit intéztünk neked. Van ilyen, hogy fagyi szalon. Te nem csak, hogy bemész, veszel egy fagyit, fagyi szalon. Mosom Magyaróvára. Fizu emelésbe reménykedik, érzed? Hogy finom, hogy elindult, adott főnök hallgatja azon a bruttó 30 ezer emelés most. Bármi lesz, én adásba fogok kerülni, főnök. De a fizetés emelésem is várkodjon majd meg. És mi az, hogy fagyi szalon? Az mit kell csinálni? Ez a neve. Ja, ez a neve. Hát ja. Azt viszont nem szabad mondani. Na jó, erről nem kérdezek többet. Oké, elrejtettük a betűket mindenhol? Most ugye az van, hogy a fiúk autójának hosszabb a neve, mint a Jimny-é, és ott egy helyre kettő betűt tettünk, jó? Tehát nehogy az legyen a végén, hogy elkezdtek pampogni, hogy a Celery jó, az hosszabb volt, és egy helyen kettő betű van, jó? Jó, ez nem probléma szerintem. Celery jó, tesó, az hogy írják, tesó? Hát ez betű, de azért hosszabb, mert SZ, Celery jó. Mint a Centurio, csak más betűkkel. Jó van, lányok, nektek az Ámbó család kedvenc autóját, a Jimny-t kell kirakni, jó? Elrejtettük a betűket, nyilván aki előbb megtalálja, az nyer. Ennyire egyszerű. Meg kell találni, aztán megpróbálni sorba tenni. Hétvégi tesztvezetés a tét továbbra is. Uh-huh. Jó? Ki az, aki vezet, csajok? Vezet? Jól vezet? Nagyon jól. Meglát egy zöld lámpát, és már fékez is. Nagyon jó. Jót kaptál, aranyos volt. Léci, kitelepülünk, bakker! Helikopter. De látod? Morning Show színekben van. Igen. Ennyi. Most hozzák haza a Király Viktor hangvai. Nem a Gwen Stefani. Ja, Gwen Stefani, igen. Na jó. Törtél már össze autót? Nem. Nem? Jó van, most... És akarsz? A szponzor most kifújta a levegőt, jó van, akkor annyira nem kerül rossz. De ki lenne a hétvégi tesztvezetés? Tehát ki vinné el inkább hétvégén? Együtt. Ó, igazi barátnők, barátnők. Jó, itt volt a másik oldalon egy meglepődés azért. Tényleg? Hogy együtt, igen, te akarod. Na jó, oké, autó nyitva, megnézem. Gyerekek, ez be van zárva ez a kocsi. Hát egy picit most nehezített. Ja. Annyi, hogy fel kell törni, jó? Tehát nézzük újra, most már ki van nyitva. Egy kicsi helyet kérünk szépen, mert ott ki fogjuk majd nyitni a csomagtartóját, meg mindent. Hogy? Imádnám, valaki megérkezett, hogy kalapáccsal és bevágja az ajtót. Oké, van óránk? Teljesen mindegy, de aki hamarabb kész van vele. Aki hamarabb kész van vele, egyiket tök jó, mi a fenének mérni. Hova rohasz, ne menj el. Ja, mész keresni. Jó. Tessék? Fűtésgomb. Az első, amit megkerestek, a fűtésgomb. Jó, figyelj, ha ti nyertek, akkor 10-ig ülhettek az autóban. Melegedhettek. Hallgathatjátok úgy a műsort, hogy beültök, és 10-ig bekapcsolhatjátok a gyújtást, és fűthettek. Jó? Na. Óvatosan, ügyesen, okosan, 4 kézlába átsülésre. Menjetek föl, mert mi is bemegyünk. 3-2-1, tessék! Tessék, uraim, neki esni, jöjjetek, neki esni. Fáradjatok be, igen. Ott is lehet valami. Ez olyan most, mint egy ilyen női autómosó, nem? Amikor a nők itt szétszedik az autódat. Melyik hirtelen beugranak. Azt nézd meg. Csak figyelmet beajánlom, János, hogy nem nézek oda. Inkább a napba. Csak mondom, hogy az egyik játékosunk konkrétan egy 4 kézláb ereszkedve benézett a hátsó ülésre. Nekem megvan a győztes. Azt mondom, hogy Majakolt nem csinálta volna ezt durvábban, ahogy bepucsítottak a női játékosaink. Gyerekek, igen. Így 3 betű megvan. Ne csináljátok csak már. Csak mondom. Mert gondolom, elsőnek megtalálták azt, ahol 2-t rejtettünk. Az mindegy, akkor is 3 betű van meg. Megkérdezem a lányokat, hogy állnak, csajok. 3 a lányoknál is 3 van már. A betyárját, hát azt a mindenit, hogy izgulok. Ilyen gyorsan senki nem keresett, és nem is talált. Hát megáll a szívem. Na, a srácok nagyon, egyik fiú hátul befeküdve egyébként az autóba, a másik már most mászott ki a csomagtartóból. Van valami? Az egyik lány pedig hátulról a logót szerzi, leszerdei egy csavarhúzóval éppen, ahogy látom, de elfogadjuk azt is természetesen. Mi a pálya? Hát te is jól pucsítasz egyébként. Igen, de annyira nem izgalmas. Mit találtál? Van egy E betű, meg még egy E betű. Azt mondja, 2 E van már. Hú, akkor 5 betű. Ja nem, megfordítom, ez egy M. Hoppá, mondanak valamit a lányok. Tessék. Megvan. Na, Jimmy, rakjuk ki a Jimmy. Jó? Ó, srácok, srácok. Van, emlékezzünk a mágusra. Jimmy, meg vagyunk? Meg vagyunk. Meg vagyunk. Srácok. Ez mi is? Hogy lennél már meg, ez 4 darab betű? Nálam nincsen semmi. Akkor sincs meg, egy O betű hiányzik még, mert ez csak cele. Oké, srácok, engedjétek el. Basszus. Nézd meg. Ennyi, ott volt a tükörnél. Hát, ez celeri. Rutinosabb akaratok, megkértétek volna az egyik hostesslányt, hogy formáljon ott a szájával, de... Igen. Lányok, van egy hétvégi tesztvezetés. Juhu! Azt a minőségétek. Szerintem annak jobban örülnek, amik ígérte, hogy beülhetnek 10-ig a kocsiba. Tényleg beültök kicsit melegedni? Ne zárjuk vissza? Hát
elég hideg van. Jó, figyelj! Ha nyitnak a boltok, veszek egy téli kabát. Vegyél egy téli kabát, egyébként most már egyre melegebb lesz. Tehát, ha eddig kibírtátok, akkor tartsatok ki. Jó, van, hétvégi tesztvezetés, osztozzatok. Jó? És ne törjétek össze. Tessék? Vettük is az enyémet. Hát, holnap még ez nekünk kell. Hát figyelj, holnap tudunk más autót keresni. Most mit buncsolsz neki, hogy elvigyél Jimmy-t? Hát ez kitelepülés. Hát. Vigyétek az autót, a stúdiót. Vigyétek. Amit szeretnétek. Szemüveg tetszik, nadrág, jó lesz valaki. Lányok, gratulálunk, ügyesek vagytok. Ügyesek vagytok, sziasztok. Köszönjük szépen. Adjátok át egyenként. Így van. Aztán lehet, hogy János előbb-utóbb arra felé felbukkan. Hát voltam már Mosonmagyaróváron, hiszen ahogy a nevében szépen is mutatja, ott is van egy vár, ami jelenleg iskolaként funkcionál, és egyébként vannak még egyéb látványosságok is, amiket most nem részleteznék, mert megölnek. Mert nem akarsz untatni. Így van, meg nem szeretném, hogyha a pánikszörön elkezdene esni a hallgatottságunk. Na, nézzük, hogy mit üzen az ország Gwen Stefaninak. Van még rá idő? Van, de előtte még elmondanám, hogy 12 óra, 17 perc. Micsoda? A csodáig, ennyi a magyar hátra csodáig. EB-selejtező, pótselejtező, első mérkőzés. Jó, 9 után beszélünk erről. 9 után kifújjuk a szakmaórát, ha fociról van szó. Jó? Minden percben kifújjuk a szakmaórát. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink Gwen Stefaninak, mit üzenünk. Szóljatok neki, hogy most beszélünk róla. Jó? Hallgassa. Most hallgassa a rádiót. Stefani kisasszony, a piros rúzsos pofiával megcsókolhatja a... Ne fürdjél le traktoros seggemet. Gwen Stefaninak nem kívánok mást, mint hogy Győzike és Zámbó Krisztián adjon neki 24 órás szerenádot. Ugye? Hogy mit mulasztott? Zoli küldte nekünk. Attól, hogy Stefani feküdjön be egy beteg szamár alá. Igen, Imi küldte nekünk. Gwen Ribi Stefani, a bőr hújjon a csontodra, te genya. Nagyon jó. A többit már megfogalmazta Mucsi, a villanyszerelő. YouTube-on nézzétek meg. Dendi küldte nekünk. Gwen Stefani, találkozzon két kanos elefánta. Egy kicsi látszobába. Igen, és az első, az egyik ne férje hozzá a hátuljához. Igen. És mi ellen, hogyha ebben a pillanatban tényleg megébrednek Gwen Stefani otthon, vagy nem tudom, Malibu Jótinában, és jönnek egy ízét, hogy te vagy a téma klasszon. Te kerj oda. Igen, tudod, kimegy a teraszra előtte az óceán, brutálisan megviselné a dolog. Gwen, egy fogad legyen, az is fájjon. Nagyon helyes, erre gondoltam. A Rokko legyen a hálótársad. Mozgó Pék küldte nekünk. Lője szemen egy bika. Zsolt üzeni. Halljon meg a lova. Kaptuk ezt is SMS-ben. Szaladjon neki röhögve egy körfűrésznek. Köszönjük szépen. Nem kívánok semmit Stefaninak, levegőt sem. Na, abszolút elkaptátok. Elkaptátok a fonalat. Így van. Elvette tőlünk azt, hogy világsztárunk legyen. Komolyan mondom. Tényleg komolyan mondom, hogy kikérem magam. Régi mániám tankkal végigmenni Stefániát. Ó, Istenem. Komolyan mondom. Hogy lehet valaki ilyen szívtelen állat? De tényleg. És csak rajta múlt. Igen, hát... és egyébként profintolta, jól öltözött volt, táncolt kicsit, annyi kezdő előadó volt, és annyi béna volt, és messze nem ő volt a legrosszabb, nem énekelt hamisan. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mit nem láttak meg benne, a Pali színpadra termet, jó volt, és tényleg jól énekelt, és hamisak jutottak tovább. Viktor nem volt hamis. De ez a nő, ez süket. Ennek nincs füle. De ez süket. Nem lehet, hogy valami más miatt bántódott meg. De micsoda? Nem. Király apuka tett neki egy félreérthetetlen ajánlatot? És azt mondta, Gwen, ha továbbítottad a fiamat. Hogy hát, kérlek, ne. És ezzel megsértődött? És király apuka valami olyan tett, amit nem szabadott volna? Lehet. Vagy nem volt elég simulékony a Viktor, vagy nem tudom. Jönnek még az SMS-ek. Leadnám a 8 kertbe lomtantás idején a sok magára aggatott cuccával. Kaptuk SMS-ben. Ja, Istenem! Igen, üzenjük Gwen Stefaninak, hogy kopogtató szellemek dobálják szét a cuccait, hogy legyen hasmenése, ne legyen nyitva egy ügyeletes gyógyszertár sem, mindig csak ajánlott levele jöjjön, és be kelljen menni a postára. Na, mondjuk ahhoz, hogy ezek problémát okozzanak, neki hozzánk kellene költöznie. Igen, ez kicsit a szomorú magyar valóság. Igen. De jó, na jó, hát ez az. Ezt át kell, hogy adjátok Gwen Stefaninak. Jó? De tényleg komolyan mondom. Azt mondja, egy utolsó Gwen Stefaninak legyen 10 emeletes háza, abban se lift, se lépcső, és a görcs rángassa le és fel a mindennapjaiban. Ez már magyar valóság, nem? Igen, 10 emeletes ház, ne legyen benne jó a lift. Nagyon jó, hát ez sem biztos, hogy megérni. Most akkor jönnének ilyenek, hogy egy felejts el befizetni az 5000 forintos kamarai regisztrációs díjat, és büntessék meg ezért 50000 forintra. Igen. Ne kapja meg hónap végén az Erzsébet utalmány. Így van, kapják el, amiért mágnesezi a villanyórát.
Ez kicsit feszélyes, téged is ez az 5000-es kamarai. Egy nagyobb ugye? Picit, hogy... Ha semmire? Na, picit... így van, évről évre. Jó, na, erről, jó, jó, köszönöm. Igen, minden vállalkozó, amiről beszélünk. Na jó, köszönjük az SMS-eket, nagyon helyesek vagytok. Egy országként fogtunk össze Gwen ellen, ez nekem nagyon szimpatikus. 8:30 pontosan, egy perccel, ne küldjetek több Suzuki és SMS-t, vége van, ez így még van. Néhány embernek nem ment át, már nem kell. Most már csak a szokásosokat várjuk, zseniális műsor, felejthetetlen volt a kitelepülés, irgalmatlanok vagytok, nem véletlenül hallgatok vagy benneteket, Jani. Így van. Igen. Magasabb vagy élőben, mint fekve. Igen. Na. Igen, várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Gyűszi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Itt vagyunk, hello, drága győriek, 3:49 volt, pontosan egy perccel, rengetegen vagyunk itt az üvegstúdió előtt, ugye helyszínünk a Pláza parkolója, hát ezt minden győri tudja, hogy ugye ez a Jereváni út sarkán van, de azt hiszem, hogy nem kell GPS koordinátát megadni, minden győri megtalált minket. Sokan vagyunk, nagyon sokan itt az üvegstúdi előtt. Régen versenyeztettük a városokat egymás között, hogy ki hangosabb, hol vannak többen. Most nem tudtam eldönteni, melyik város nyerne egyébként, hogy hol vannak a legtöbben. Mert itt is nagyon sokan vannak. Esztergomban is sokan voltak, Debrecenben, Pécset. Hát, mit csináljak? Mit csináljunk, nem? Ki az a fraj? Micsoda fraj, ilyen szóraság? Sem. Hát, hát mit csináljak? Így, ezt mondja, hogy én, hát itt is sokan vannak, egyik Esztergomai és Pécset, Debrecen, hát mit csináljak? Jó. Igen, majd tudja magának a siker, hát nem baj? Hát, mi szeretjük ezt, de tényleg. Mi is ott voltunk, és tök jó volt. Mit csináljak? Hát sokan szeretnek, gyerek, nem tudok mit csinálni. Hát bárcsak ne szeretnének ennyien, de nem tudok mit csinálni. Fel hogy... tudjátok dolgozni, hogy egy ekkora sztár ül előttetek, mint a Balázs? Nem. Helyes, nagyon helyes. Csak hogy mennyire értik a hallgatóink a humort, egy észrevétel Balázsnak nem Jónás, hanem Mózes, és nem Holtenger, hanem a Vöröstenger. Tehát, te műveled, Tuskót, ne tehát haragudj, de próbáltam nevetni, mondtam idézőjelbe, és mondtam a Janinak egyből utána direkt, hogy mondjunk lexikálisan teljesen hülyeségeket, és oda nem illő dolgokat 9-ig vagy 10-ig. Nagyon kell vigyáznunk. Mindig megállapítom, hogy azért nagyon kell vigyáznunk, mert két. Néhány hallgató még mindig nem ismer két minket. Két ekkora buta bunkót én. Inkább hallgatok mást. Nem is. Na. Drága hallgatók, csak egy-két közérdekű információ gyorsan, senki ne küldjön már nekünk olyan SMS-t, hogy Vitara, meg Suzuki, meg S-Cross, nem kell, valaki nem azt kell. Írtam. Igen, igen, mondtátok, tudom, hogy ne küldjek, de lázadó típus vagyok, Vitara. De kemény. 8 óra 40-kor elküld egyébként, jó arc, igen, de tényleg nem kell már, aki most küld, az már nem kerül be a sorsolásba, jó, a kis küblingbe, úgyhogy ne küldjetek. Viszont egy fontos info, West End nyugati tér bejárata előtt holnap, november 13-a valakinek nagyon szerencsés nap lesz, 10 órakor Vastag Csabi koncert, 9-kor Super Stereo koncert, ott leszünk, egy nagy jambori lesz a West End előtt, gyertek el jó sokan, még onnan is választunk majd egy helyi nyertest, aki elvileg megnyerheti az autót. Úgyhogy érdemes kilátogatni. Jó buli lesz. Igen, viszont fontos, hogy holnap nem 3:40-kor választjuk a nyertest, hanem 3:49-kor, ugyanis 9 óra után már maga az autó átadása, a kulcsok kisorsolása és a kulcsok átadása történik, aztán valakinek majd ugye a kulcsa nyitja az autót, de nem 3:40-kor húzunk, tehát valaki ne számítsatok arra, hogy oda megyek 9:30-ra, aztán majd engem kiválasztanak, ott 3:49-kor zárjuk a szavazó urnát. 3:49-kor kisorsoljuk a nyertest, aztán 10-ig bunyó. Igen. Vajon mit csinál most Ali Frézser, gyerekek? Ami közjegyző. Miért nem tudjuk elhozni Pestre? De jó lenne. Hát veled ülhetett volna. Veled ülhetett volna a kocsiban. Ki volt a társa? Smoke Hát ők ketten. Na, van még egy játékunk, ez az utolsó egyébként a nagyon-nagyon népszerű és hihetetlenül nagy sikert adató kocka játékunk. Így van, rakjuk ki Jani 20%-át. Igen. Felhívom mindenki figyelmét a kirakott kockákra, hogy Jánost mennyire ügyesen hagyták le a promóciós lányaink, vagy bárki is készítette ezt a kockát. Finom jelzéssel, tehát Feri teljes terjedelmében. Én is felfértem a kockára. János jobb fülcimpája tulajdonképpen már az elvérzés határán van, mert hogy nem nagyon fért rá. Ha a játékosaink úgy döntenek, hogy bennünket raknak ki, akkor majd láthatjátok, hogy... Nagyon mutatós. Én egyébként már úgy rekonstruáltam magamban, hogy mi történt. Ez valószínűleg az volt, hogy már ugye a leadási határidő már nagyon közeledett, és akkor az, aki összerakta a képet, az éppen ott a Photoshop-ban játszott, amíg valaki berúgta az ajtót, összerak, hogy már zár a nyomda! és belőle le. Majd meglátjátok, kb. A 10% a testemnek látszik, ami mondjuk azt jelenti, hogy akkor nettó 25 kg. Már az Instára is követelik. Ja, akkor 250 kg lenne. Igen, úgyhogy...
hallott, ne sok. Megvillani a érettségi. Már az Instagram oldalunkra is követelik egyébként a fotót, csak magáról, a kirakott kockáról, úgyhogy majd csinálok egyet, amikor ott vagyunk hárman, hogy mennyire hagytak le, mert instás közösségünk is egyébként követ bennünket. Átléptük a bűvös 70 ezeret, ami nagy szó, mert hogy Facebookon már mindenkinek ilyen 150, meg 200, meg 300 ezer rajongója van, nekünk is a Morning Show oldalon, mint a 320 vagy 350, de Instagram kevesebbnek van, kevesebbeknek van. Az elit. Az a nagyon elit közösség. Nagyon elit közösség. 70 ezeren vagyunk már Instagramon. Ki van Instán? Ki van Instán? Van valaki Instán? Ennyien követitek? De jók vagytok. Tényleg? Nagyon jó. Jól nagyon van. Jó. Bocsánat. Miért nem vagy az Instán, kisfiam? Nem érek rá. Nem kell ráérni, egyszer föl kell menni, és akkor megvagy. Ja, de ha már itt vagy, nagyon sajnáljuk, Viktor, hogy kiestél. Egyébként tényleg biztos, és milyen gyorsan hazaértél. Na, már nagyon sokan mondták. De jó. És jól is énekelsz egyébként? Nem, egyáltalán nem. Mit üzensz Gwen Stefaninak? Hát, inkább nem mondom meg. Helyes, hát, ezt is adjátok át neki. Jó, hol vannak a játékosai? Itt állnak. Csajók, hello, sziasztok. Sziasztok. Kit hogy hívnak? Barbie. Jolcsi. Jolcsi, Barbie, honnan jöttetek? Györből. A betyárját. Én nem. Jó mesélőre. Jól van. Fa mellől. Egyik csapat, másik csapat. Tünde. Fruzsi. A betyárját. Jó, a Barbie Jolcsi csapatot vállalom, jó? Megjegyzése. Honnan jöttetek, lányok? Győrből. Nagy meglepetésre Győrből. Igen. Egyre durvább ez a dolog. Figyeljetek, hogyha ki lehetne sorsolni, akkor hazavinnétek Puffnak ezeket a kis kockákat. De csak a Janisat. Azért a Ferinek a fején ülni egészen. Csak a Janisat. Mondjuk nem sok van Janiból, hát, de... Előlem, sajnos. Jó, aki nyer, az szintén egy tesztvezetést kap 3 napra, jó? Úgyhogy lehet az autókat finoman gyilkolni, ahogy szoktam mondani, 2-esben 8000-es fordulattal üveghangon. Aki 3-asba vált áruló, hadd örüljön a sponsor. Mit választotok, lányok? Mit raktok ki, Julcsi, Barbie? Vagy kit raktok ki? Akkor mit kapunk, ha titeket rakunk ki, mert ez nekünk nem tiszta. Akkor hát attól függ. Egyébként jó a kérdés. Tényleg, ha bennünket rak, akkor mit adtunk? Elvihetitek Balást egy körre. Autóval? Itt az Ósan körül. Az így van, körbe lovacskázom a bevásárló körbe. Tegnap úgy játszottunk, hogyha bennünket raktok ki, akkor választhattok autót. Tehát, hogy melyiket viszitek el. Feri és Balázsé közül. Jó? Akkor benneteket rakom. Akkor ugye? Minket kiraktok, és akkor az 5 modell közül valamelyiket kiválasztatjátok, ahogy Feri is mondja, jó. És azt viszitek el hétvégézni. Lányok! Én egy stopper! Lányok, ti melyiket viszitek közül, vagy melyiket választottátok? Mi a vitarát. Vitarát, ez a beszéd, jól van. De könyörtelenül mondta, azért hallod? Mi a vitaráért? Mi nem benneteket. Nem fogunk titeket kirakni, mert egyrészt könnyebb, másrészt meg a vitaráért jön. Mi nem puncsolunk nektek, üzent az egyik csapat a másik csapatnak. Jó, hát akkor kezdjük a vitarával. Kezdjük a vitarával. Jó? Csak mondom, hogy eddig a vitarát egyszer sem sikerült úgy kirakni, hogy ne legyen picit töréshibás, tehát hogy ilyen nagyon csúnyán összetört a gazdasági totálkáros vitara, így nézte ki mindig, mert hogy volt némi kis hajszárepedés, ugye, ahogy Eli Fraser is mondta a karosszériában. Nem könnyű, mert hogy sok autó hasonlít hozzá. Indíthatjuk az órát? Figyeljetek. Na, igen. 4 darab kocka. Az azonos képeket kell megtalálni, hogy a 4 kocka azonos felületén egy bizonyos képet kapjunk, ami ki is jön. Indítjuk az órát, 3, 2, 1, tessék! Tessék! Aha. Lányok elkezdték forgatni a kockát. Szétkapták. Az ivitelvitarára már meg is van. Így van. Mindig itt szoktak elakadni a játékosaink. Nem. Igen, majdnem. Az alja nem. Az alja nem, vagy a teteje nem. Nem. Most! Ez nagyon, ez rekord, szinte rekord. Ez gyönyörű volt. Készültetek? Nem, csak én imádok kirakózni. Te jó, hát azért a mindenit. Hihetetlen. Magni nominis umbra, a kocka el van vetve. Így van. Csak a hülyeség. Csak a hülyeség. Így van. 15 másodperc. 15 másodperc. Ennyien még a Szombat este gyertek át című műsorban se tudták kirakni. Igen, nem tudom, nézzétek. Szombat este gyertek át? Szombat este gyertek át, ha nem néztétek eddig, nézzétek. Na, oké lányok, ti jöttök. Jó. Mennyi volt, Feri? 15? 15. Nagyon jó. Lányok, bele kell húzni. Jó, tehát... Figyeljetek. Csak Janira koncentráljátok, hogy a képen hol helyezkedik el, jó? Jó. Mindenki figyelj, igen, nagyítókat elő. Igen. 3, 2, 1. Óra indult. Tessék! Na! Ferit rakjátok. Úgy. Ajaj. Van egy kis kavarodás. Jó, ez a ajjá. Feri testére kerültem, nem biztos, hogy jó nekem. Igen. Az enyémet tegyen. Megkaptam Feri altestét. 11-8! Azt nézzétek, hol van Jari. Sehol. Nincs rajta. Csak egy nagyobb. Oda néz. Köszönöm, hogy legalább az arcom rajta. Mennyi az annyi? Micsoda, mi a kérdés? Azt, hogy nyertünk el. Mennyi az annyi? Értem. Azt kérdezi, hogy nyertek. Miért? Ez a fontos? Nem, a játék. 15 másodperc volt ugye a vitaráskép, ez meg 11. Jó! A betyárját neki, de izgultam. A betyárját. Hát. Tessék? Remek. Örülsz mindig, remek. Remek. Melyik autót vinnétek?
A Viatrát. Egy jó Viatráért jöttek! Te, hogy hogy örül a sponsor? Egy hónapra is elvihetitek, a Vitarát. Ne arra, te is Viatrával jár. Nem, én a Vitarát szeretném vinni. Mit vinnétek? A Maseratit meg az S60-as. S63 AMG-t. Jól van, lányok, oké. Vigyázzatok a Viatrára, Viagrára. Bárhogy hívják az autót, nagyon vigyázzatok rá, jó? Köszönjük szépen. Legyetek bár ügyesek. Megdolgoztunk értedek, köszönjük. Meg, abszolút, és ugye jól ismered a Pondel portfóliót, úgyhogy nagyon, abszolút megérdemelt helyre megy. Viatra, Viagra, valami, egy minden. Valami vévet is adjanok neki. Jó van, nagyot. Ügyesek voltatok. Ti is nagyon ügyesek voltatok egyébként, és nagyon komoly, kemény ellenfél, így van. Köszönjük szépen. Már a végén járunk a turnénak, az acskó üres, de kifogytuk. Jó, lelököd ezeket a kockákat, hogy vissza tudjunk menni az üveg stúdióba. Tessék? Csináljatok fotót, jó? Jó, akkor ide akarsz állni, Jani? Nem, az nem, keresztbe fekszek rá. Csak nekem... De, nem, most fotózzuk. Legalább így legyél rajta. Szűje. Szűj konkrétan ráfeküdt. Jó, közben mondom, amíg a lányok fotóznak, Zsűl, mutassuk meg a hármasugrást, jó? A beugrót. Ez a beugró a hármasugráshoz. Ja, bocsánat. Tud nekem... Tud nekem valaki mondani egy pontos időt, hogy mennyi az idő? Természetesen igen, 8 óra 51, 56 perc, bocsánat. 56, még egyszer mutassuk, Zsül. Jézus már, na nem jó. Könnyű, nem könnyű. De Gwen nincs benne. Hát nem, ő sem lesz soha benne, többet. Ő ki van írva, ki most van, már minden. Sose lesz többet, sose lesz többet. Jól van, 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, 11 perccel jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak itt Győrben személyesen. Drága győriek, jó sokan vagyunk egyébként itt az üvegstúdió előtt is, aztán ugye felsorakozva a flottánk és a flotta mögött is még rengetegen várnak és néznek bennünket. Hátul mindig a bátortalanabbak állnak. Észrevettétek, hogy előre jönnek a bátrak, hátul azok, akik csak itt csendesen kémlelnek, méregetnek, néznek, tudod, ők ott szépen konszolidáltak kultúráltak. Hát vagy ők csak a Suzuki-ért jöttek, tudod? Az is lehet egyébként. Vagy a stúdió mögé tegnap leparkolt autóért. Szerették végre elvinni, igen. Na, hát igen, szóval a lényeg, hogy lassan vége felé közeledik a turnénk, holnap ugye Budapesten zárjuk majd, az egyhetes kitelepülés sorozatunkat a West Endnél leszünk a nyugati téri bejárat előtt, november 13-án, ugye holnap pénteken, 10 órakor Vastag Csabi büntet a színpadon, idézőesen, jó értelemben mondom, 3 dalt elénekel nekünk, nagyon kedves, elfogadta a meghívást, úgyhogy jön. Természetesen már készültünk mentővel is, lesznek akik majd elsősegében részesítetik majd az elájuló hölgyeket. Csabi, Csabi, Csabi. Igen. A Michael Jackson koncerten majd kiadogatjuk őket, szólunk a tömegnek, hogy vegyék ki őket az elsősorban. Így van, hassa lefelé, igen, és elvezük a pénztárcájukat. Super Stereo koncert 9 óra után. Igen. És hát valaki holnap autótulajdonos lesz. Az mindig egy jó pillanat. Reméljük, óriási. Hogy jó helyre megy, reméljük, hogy örülni fog, de hát nem tud rossz helyre menni. Egy vadonatúj új kilométeres autó nem tud. Meg hát jó kis, autókról van szó. Most ezt a jó kis autót egy héttel ezelőtt azért mondtuk volna, mert tudtuk volna, hogy ki a szponzor, és ez milyen jól esik neki. De mi, illetve ti elsősorban, mert én egy lányos ülésen figyeltem végig, de azért ti egy héten keresztül tesztelhettétek ezeket a kocsikat, és egy rossz szavatok nem lesz. Sőt, jó szavunk van csak, de tényleg, tehát hogy az a kép, akinek mondjuk a régi Suzuki-ból van, bár hát itt egy csomó olyan SMS-t olvastunk, amit ilyen több százezer kilométeres Suzuki Swiftet szeretne most valaki lecserélni, de az a kép, amit annak idején gondoltunk, szerintem a Suzukiról, az most gyökeresen megváltozott ez alatt az egy hét alatt, és neked is, hiszen a fejed például ugye a hátsó ülésen a tempótól függően kopogott oda a kárpithoz. Igen, igen, én várom, hogy egyébként jövőre elindulja majd a Rákóczi S-Cross kupa. Megyünk, megyünk, ha lesz ilyen, akkor én nevezek. Figyelj, az S-Cross-szal simán a pécsi lejtőket imádtam. Régóta szerettem volna az új kupába. De hogy tetszik mondani? Elfejtettem beszélni? Régóta szeretnék már a Suzuki kicsit kupába. Kicsit már koros vagyok hozzá. Baromira irigykedtem a Szujóra, amikor a Zollner mellett ők szereztek egy szponzort, és elindultak a Suzuki kupán. Ez márka kupa, tehát hogy ugyanolyan autók indulnak, nyilván nem mindegy, milyenre fújod a gumit. Nem mindegy, milyenre fújod a gumit, meg nem mindegy, hogy milyen a szerelő csapatod, meg hogy versenyzel, de ugye Suzuki kupa, Hungaroringen, talán meg Győrben, meg talán egyszer vagy hétszer mentek külföldre, versenyezhetsz végig 10-12 hétvégéből álló versenysorozatot.
És voltam kint, megnéztem őket, tehát ugye a Colner nagyon jó autóversenyző, a Zoli nagyon szerette a hátára tenni a Suzuki-t. Néhányszor meg is borult, mi a Zoli megint összetörtem. Az első két kupán úgy indult, hogy hátrafelé nézett a sisakja. Úgy van, de nagyon szerettem volna azon elindulni. És ezen... szóltak aztán, hogy ne menj inkább. Ne, aztán valami nem, meg tele vannak, tehát ott adott autó indulhat. Nem, csak... az első időmérő második lettél, és ezt nem tudtad feldolgozni. De jelzem egyébként mindenkinek, aki hallgatja, hogy ezen vágy nem halt ki belőle. Aha. Tehát, hogy ha értitek, hogy mire gondolom. De várjál, mire célzol ezzel most? Ha értitek, hogy szeretném nevén nevezni a gyereket, hogy ezen vágy egyébként nem halt ki belőlem, szívesen játszanék egy éven keresztül autóversenyző, és legalább 10-12 hétvégén a Hungaroringen. Ha érti a sponsor a kellő felajánlást, akkor ezen vágy, csak jelzem, hogy még mindig megvan bennem. Ha még egyáltalán van ez a márkakupa, nem tudom, mert keveset vagyok. Újraindítjuk neked, de ezzel tudjuk itt. Keveset vagyok a Hungaroringen. Jó. Mi mit csinálunk? Hát, mi megyünk Google-re? Nem, én jöttök, indulok az országos futóbicikli kupán. Nem, jöttök, ott leszek a boxomba, jöttök, drukkoltok nekem. De mint VIP vagy, mint takarító? VIP, abszolút VIP-ként, így van. Akár hanyadik lesz kötelező jelleggel, mi majd ott fogunk ünnepelni. Tudod, az első, tudod, a team. Atom durván utolsó lennék, mert ott azért baromi jó versenyzők vannak. Tehát, hogy onnan aztán mész tovább, ugye Suzuki kupa, ha van pénzed, szponzorod, nem Seat kupa, tehát szépen lehet előrébb lépkedni. Brutálisan jól megy ott is mindenki. Tehát Suzuki Weber kupa. Gabi is egyébként, ő is iszonyatosan penge. Ő Seat az a sokáig. Igen, a Weber Gabi nagyon jó. Kiváló autóversenyző, abszolút, így van. Na, szóval, hogy holnap West End, jó, ne felejtsétek el, Vastag Csapi, Super Stereo, ma már senki ne küldjön nekünk Vitarát, Suzuki, Jimny, Jimmy-t, semmit. Jó, a lázadók se. Nem sokára húzzuk a nyertest, azt a hallgatót, aki SMS-en keresztül próbál autótulajdonos lenni. Na, de hát ígértük, hogy beszélünk néhány mondatot a futballról, és komolyan mondom, én elhatároztam magamban, hogy mindenféle káröröm nélkül, mindenféle szarkazmus nélkül, De ez nem fog menni, úgyhogy. Nem, tényleg, én megfogadom, hogy én most még egyszer szívvel, lélekkel, az utolsó utáni lehetőséget megadom ennek a válogatottnak. Én már évek óta nem nézek magyar focit. És hajrá Norvég! Én évek óta azt mondom, hogy nem érdekel a magyar foci, de mivel most, hosszú évek után, talán 30 év után megvan a lehetőség, hogy kijussunk, én még egyszer beáldozom magam, ma este leülök a képernyőn, és hazudsz? Megnézem. Tényleg megnézem, nem. Tényleg kíváncsi, hát, és tényleg... Nem. De ha most kikapunk, soha többet nem vagyok hajlandó semmilyen magyar futballal kapcsolatos hírrel foglalkozni, beolvasni és drukkolni. Még a visszavágót se? Tehát ha semmit. Most kikapunk, és utána lesz a visszavágó. Aha. Hát és ha egy óra kapunk ki, akkor még drukkolok. Na, ha nem jó, akkor úgy mondom, hogy ha nem jutunk ki az EB-re, soha többet, mert szerintem most olyanokat is újra bevonzanak, akik egyébként tényleg nem néznek magyar focit, de most 30 év után ugye újra kint lehetünk az EB-n, most szerintem most még mindenki egy emberként drukkol nekik. Na most abból kiindulva, hogy az utóbbi hónapokban, években mi milyen hangvételben és miket mondtunk egyébként tök a magyar labdarúgó válogatottról, az a probléma, hogy ha ezt hallottam mondjuk Ben Stork ezt a kis megnyilatkozást, akkor most beszalad az öltözőbe és azt mondja, srácok, bajban veszítenünk kell. Ha most veszítünk, soha többet nem beszélnek rólunk, és ez nekünk nagy lehetőség. Gyerekek, Ben Stork szerintem nézegeti a közhelyszótárát, és már fogalmazza a nyilatkozatot pro és kontra. Tehát, ha voltak nyerünk, jó mondatok? Most voltak jó részére? Kevés. Ha nyerünk, mit kell mondani? Ha veszítünk, akkor miért? Miért veszítettünk? A miért veszítettünk, ott megvan, hogy több gólt lőttek a norvégok. Tehát, hogy nagyon ezt nem kell egyébként, nagyon nem kell túl gondolni. Na, de ti bíztok még ebben? Bízunk még? Tehát vonuljunk fel a magyar válogatott mögött? Egyöltetően, és nézzük őket ma este? Intézetben történt látogatás óta, azután, hogy a kezükkel illethették Hadik András szabjáját, azóta szerintem annyira fel vannak paprikázva, annyira pörögnek, hogy gyakorlatilag mindenek körül forog. Érted? Kimennek, és ezek a vért fognak inni. Jó, te most egy Hadik szabja miatt adod oda magad. Biztos vagyok benne, hogy így fog történni, majd körülbelül a gyepre futás utolsó néhány pillanat, bent az öltözőben, hogy Ben Stork meg fogja kérdezni tőled. Na emberek! Na mi lesz ma? Káposztás kocka, kakaós csika, nem úgy te hülye! Kimentek, széttépitek őket, felszálltjátok a pályát, mert sozzátok még a hullájtani darabokra. Négybe vágjátok őket, és az ország négy várának a kapujának szögezitek a testeket. Tehát, hogy valami tehát, hogy ott egy olyan sorsdöntő pillanat előtt, olyan lesz, mint amikor a rettentethetlen, mondjuk egy beszédet mondott. Igen, beszédet mondott Mel Gibson neki rohant. Mel Gibson, és ott fognak állni, és mindenkinek kivesz kefest a kékre az arca. Komolyan mondom, tényleg üzenjünk nekik, vagy mit csináljunk? Üzenjünk. Fogalmazunk győzelmi mondatokat, küldjünk üzeneteket a hallgatókkal? De most üzenjük nekik ezeket a punyat. Olyan fiúk, mert ő a győzelem. Tehát, nálunk
ezek a rigusok. Ez mi volt, micsoda? Ez. Hát ez konkrétan ugye az utóbbi években mindig írottak ilyenek. Nekem volt még annak idén például egy olyan kis lemezem, ami azt mondja, hogy a Nyilasi és azt mondja, hogy a Törölcsik által felénekelt duett volt, ami pont arról szólt, hogy picit inspiráljuk a játékosokat arra, hogy ők győzzenek. Én maradok a Jolinál. Van Joli Böde Dani dalunk, ugye a Böde Dani dal is megvan, meg van egy EB dala is egyébként a magyar válogatottnak, ami azóta készült el. Bele akarsz hallgatni egy kicsit az EB dalba? Vagy a Böde Dani, csak hogy jöjjünk hangulatba a Böde Dani. Mert a Böde az jó. A Bödével egy picit hangulatba jövünk. Én tényleg ma este még utoljára, utolsó utáni erőllétemmel drukkolok akkor a magyar válogatottnak. Figyelj! Ez a ráhangolódás. Ez az. Játszik a Böde ma? Elviekben igen. Szóval a fogalmat is. Tagja a keretnek. Ezt hallgatják az öltözőbe, vajon? Most el tudjátok képzelni egyébként, ahogy a lelátókon piros-fehér-kékre festett arcú norvégok így néznek egymásra, amikor ez meghal. Mi az Istenem? Kik ezek? Ezt kell hallgatniuk az öltözőben. Gyerekek, így kell kiszaladni ma a pályára. A és mindenki jó az Dani a király. Senki nem bíz Daniban, Györön. Senki. Ez nem bíznak Böde Daniba ezek nem. Az emberek, gyerekek. Figyelj, most jön Dani a király együtt. Tessék. Jó, egyébként nem rossz. A belépése volt gond, mondjuk, de... Hallgass, figyelj. Simán ezt hallgatják az öltözőben. Én ettől lázba jönnék. Én ettől beindulnék. Jó ez. Na jó. De a VB dal vajon milyen? Vagy EB dal? Vagy gyerekek, játszik a Böde ma? Tudja valaki? Játszik? Na, játszik, jó van. Kerettag még? Bent van? Válogatott? Sérült? Beteg? Ott van? Fázik? De nem? Most kamusztok, hogy valaki Tutin tudja? Ki tudja, hogy játszik-e ma a Böde? Őszintén, Pasik, így jövő. Tess, ott a király Viktor Asomás. Gyere már egy picit közelebb. Játszik a Böde? Mondj nekünk valamit, mert teljesen hülyék vagyunk fociban. Igen, játszik, én úgy tudom, hogy pályára fog lépni. Ki lesz még a keretben? Mondj még egy nevet. Hát a Király Gábor. Igen, akkor a százszoros válogatott lesz, aztán most a meccsén egyébként elérheti a százszoros válogatottságot. A szép Zsuzsiben van? Igen. Kocsival ment, repülővel? Szerintem Lambóval. Igen. Jó, ne. Ha repülővel ment odaért a kocsival, akkor nem, azért négy Lambóval, mert a négyben van annyi benzin, hogy eljusson odáig. Na, mit tippelsz a mai meccsre? Tessék, mondj valamit. Ma idegenben játszunk? Hol játszunk? Norvégiában játszunk? Norvégiában játszunk. Na. Hát idegenben jó az X, de az remélem, hogy megnyerjük. De idegenben jó az X, hogy ilyen szövetségi kapitányos duma, minket így szocializálnak, hogy gyermekeink ilyeneket nyilatkoznak, élő adás vagy országos rádióban, idegenben jó az X. Mert akkor a pont itt van. Hát ez Bernd Storck mondja, komolyan mondom. Nem én találtam ki. Hallom, az elmúlt 30 éve ezt hallottuk a szövetségi kapitányunkat. Megmosta az agyad a Bernd Storck neked is, mi? Isten ments. Azért fáradtak a fiúk, fáradtak. Ilyeneket mond, érted? Ilyeneket mond, heti két, mert el vannak fáradva a fiúk. Megőrülök tőle, komolyan mondom. Az a dumér, ráfagyott a jég a lábszárvédőre, és onnan, amikor Rüstel küldte meg a Dani, akkor lecsúszott a jég okán. Meglepte a fiúkat a hideg. Meglepte a fiúkat a nagyon hideg. Ettől a fiúk lemerevettek. Azt hiszem, a szemébe sütött a sarki fény. De mi ilyet még nem láttunk ott, ha hát ez. Figyelj, az ebédalt én még nem hallottam. Belehallgatunk egy kicsit? Na figyeljetek, ez az ebédal. Ez már jó. Aha, ez is Jolly. Így van. Ez is Jolly. Király. Aha, jó van. Lehet, hogy ezt hallgatják az kicsit öltözőben. Kicsit fiesztás. De hogy nem lehetne, most komolyan nem. Ugye? Lehetne valami keményebbet, valami picit zúzósabbat. Miért? Hát kicsit ilyen fiesztás, latinos hangulat. Ott áll a Knapik Tomi előrébe. Nem látom a kezeket! Induljunk együtt, ahogy őseink tették rég, tehát ők is ebbe kapaszkodnak. Igen. Tehát ők is ebbe kapaszkodnak. Ahogy őseink. Figyelj, jön a refrén. Egy kis olajibolya. Miért? Igen. Nem, ez azért van itt, mert nem tudják eltéveszteni ezt a szöveget. Könnyű bebiflázni. Ájé, ezt nem értettem. Ájé. Magyarország ájé. Aha.
Na jó, ez szörnyű. Oké. Na, jó van akkor. Ezzel is beljebb vagyunk. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fogja őket pörgetni. Gyerekek, ha ma nyerünk, egy dolgot kérhettek tőlem. A hajlevágáson kívül. Jó? Uh-huh. Egy bármit. Ha kijutunk az EB-re, bármit kérhettek. Na. Te mit kérnél a Balástól? Szabaduljon meg a pitmájára! Ha azt kéred, körbe metéltetem magam. Komolyan mondom, és neked adom becsomagolva. Most már nyerjetek, fiúk! Karácsonyra megkapod az előbőrt. Kis dobozkában, egy masnival, ha ezen múlik. Igény van-e, rákérdezném? Ki szavaz arra, hogy ma nyerünk? Tessék, kezeket föl. Aki azt hiszi, hogy ma nyer a magyar válogatott. Kettő, három, négy, öt. Itt állunk több százan az Üveg Stúdió előtt, 6 darab kész, ha magasban lendünk. Ja. Ki mondja azt, hogy ma este kikapunk? Őszintén, tessék. Oh. Jézus Isten. Hát, és akkor most kérdezzük meg, hogy szerintetek ki fog nyerni, és most már csak ketten rakják. Az a baj ezzel, hogy a nagy többség arra tippelt, hogy kikapunk. De ez itt őszinte, ez a realitás. Sajnos. Hát te is milyen ne realitásozzál, ma lesz a magyar csoda! A magyar csoda nem történt meg, magyar, én is sokkal lelkesebb vagyok. A magyar foci csoda! A magyar csoda nem történt meg. Na jó, oké. Okay. Na de még ma utoljára, oda fogsz ülni és szurkolni fogsz neki. Én ma este még, engem ma megint bepaliztak. Az a baj, hogy már hosszú évek oda bepaliznak, én jó. Ma este megnézem. Jó, holnap viszont hív föl majd a szolgáltatódat, jó? Hogy? Hát, hogy ezt a csomagból vegyék ki a csatornát. Kapcsolják a sportcsatornát, hogyha veszítenek. Hát figyeljetek, nagyon bízunk benne, meg hát ugye azért még lesz majd egy meccs itthon is, mert ugye két meccs alatt fog eldőlni. Meglátjuk. Legalább egy gólt rúgjanak. Vagy idegenben egy gól. Az jó? Az önem, igen. Ez olyan bölcsesség, mint ahogy hívják be, az idegenben az X. Az jó nekünk. Na jó. Oké, jól van, tényleg drukkolunk a magyar válogatottnak. Jöjjön a játékosunk, jó? A hármas ugrás játékos. Még nem? Nem? Akkor ne jöjjön. Júj. Nem akarjátok? Bezártuk magunkat? Hívhatjuk a nyertest is. Hívjuk először a nyertest? Az SMS nyertest? Legyen így! Váltsunk! Hívjuk először a nyertest. Fokozzuk az izgalmakat. Jó, Anna drága, akkor hívjál fel valakit, bökjél rá a több ezer SMS-ből, és hívjál fel valakit a kis puha kacsóddal, tegyél valakit nekünk adásba csöngéstől. Jó? Aki ugye SMS-t küldött, valamelyik Suzuki modellt kellett elküldeni SMS-ben. A nevét. Micsoda? A modell nevét kell. Mi mit mondtam? Azt, hogy a modellt kellett elküldeni. De nem érdekes. Mindegy, ez csak időhúzás. Küldtek neked sütit, Jani. Köszönöm szépen, tedd a többi mellett. De aranyosan, nagyon szépen köszönöm. Bárki küldte. Jaj, de kis jó, helyes kis. Anna, tárcsáz. Na, csak mondom, hogy helikopter van fölöttünk. Igen, tessék. Halló, jó reggelt kívánunk. Feri, Jani, Balázs. Nem mehetek oda testre. Hello! Szia! Sziasztok! Hello, sziasztok. Hogy hívnak? Hajni vagyok Szexhelyről. Hajni! Hello, Hajni! Jó sziasztok. Reggel! Hát nagyon örülök nektek. Hajni Szexhelyről, jól értettem? Igen. Mit küldtél nekünk és mikor? Hát tegnap meg tegnap előtt küldtem egy-egy SMS-t, és valahogy úgy szólt, hogy két kamaszhűvel a hátsó ülésen szívesen lecserélném a közel 30 éves zsigelt egy Suzuki-t. Na, a betyárjás, van egy zsigulid? Tényleg? Igen. Egy-kettes. Kölcsön használatra csak, de igen, egy-kettes. Egy-kettes zsiga. Nekünk igen. Is az volt. És az is csak kölcsön? Igen. És az is téglalábakon áll a kert végében. Nem, szerencsére motorikusan nagyon jó, úgyhogy tudom. Na de, ha sikerülne ez a csere, hát nagyon-nagyon jól járnál. Hajnikom, ráérsz holnap? Ez fontos. Igen. Na. Ráérek. Tehát el tudsz jönni Pestre. Igen. Jól van. Mekkorák a gyerekek? Hát két 18 éves kamaszom van, az egyik saját fiam, a másik pedig nevelt fiam, egyedül nevelem, mert az édesanyja meghalt, és mind nevelőszülő nevelem már 6. éve. Tehát az egyik saját, a másik pedig akkor... Igen. Tehát, hogy nevel gyermek. Így van. De klassz, és te mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Én ápolónő vagyok. Ápolónő vagy? Hát az akkor nagyon-nagyon-nagyon jó helyre menne ez az igen, autó. Igen, nagyon örülnék neki. És akkor egy kölcsön zsigáta hajtasz most tulajdonképpen? Igen, így uh-huh. Van. A betyárját. Hát ez más dimenzió lesz. Igen. Ki a zsiguli? Hát van egy barátom, és az ő nagymamájától kaptam kölcsön, mert ő nem használja már. Nagyi már nem megy vele, de édes. Igen, kerekeken tudjunk közlekedni. Megkímért garázsban tartott.
Igen, hogy vezetőt. Ha iszitek, hanem meghímelt, mert most léptük át a 44 ezer kilométeres határt, úgyhogy 27 év után mondtam, hogy 40 ezres szervizre elvinném, megnézném, mit szólnának a szervizbe. Igen, lassan oldtimer az autó egyébként. Igen, tehát lassan felkül az autó. Még három év is. Ezek a zsigulikban az a jó, hogy 100 liter tesznek százon körülbelül. Tehát jó, igen. A olajból leszi a százat, de benzinből sokkal többet. 13-15-öt egy kettes létére annyira durván megkajál, mint a húzat. De jó, hajni, hát akkor így előjáróban mondjuk, hogy azért akkor ez nagyon jó helyre menne. Nyilván nem biztos, hát ez csak egy lehetőség persze, de nagyon jó helyre menne, akkor Anna jól választott, mert igazából ugye hát mi csak így bökünk, de akkor ez most megint jó helyre menne. Hát Annának is nagyon szépen köszönöm, hogy... A szerencsédnek köszönt. Jól van, mi már ilyenkor, amikor Anna bök, akkor egy külön folderben már csak telefonszámokat látunk, tehát így Anna választott egyet, hajni, de hát akkor ez abszolút jó. Jól van, na, akkor gyere holnap Budapestre, jó? Igen. És kell most még kérdeznünk Hajnitól is valamit, tényleg? Mennyi 2 + 2 hajni? Szóval tudás alapú a kérdés. Jól gondold meg, nagyon vigyázz. Tudás alapú kérdés. Ennél komolyabbat is kell kérdezni. Meg 2 + 3, vagy mi? Legyen a rádióval kapcsolatban. Egész nap hallgatsz minket? Igen. Ki jön utánunk? A Csabiak Igen Sernősörrel. Így van, jól van. Jól van, hajni, ügyes vagy. Holnap akkor reggel találkozunk, jó? Jó, annyit mondjatok el, hogy pontosan hova kell mennem, mert szexádi vagyok. Úgyhogy... Mivel jössz szívem? A Zsikámmal? Nem, valószínű, hogy egy kollégámat fogom megkérni. Aha, jó, csinál. Adás után felhívunk, és mindenféle információt elmondunk neked, jó? Hogy hányra, rendben. Hol, mikor, kivel, hogyan, okay. Mindent. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm nektek. Na, mantrázzál akkor egy napig, hát ha összejön. Jó, trukkolunk. Puszi. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, hajni. Na, hát ez jó választás. Ez jó volt, mindenképpen igen. Jó helyre ment, de én azt gondolom, hogy egyébként rossz választás nem is lehetett volna. Nem, vagy bárki, aki küldi, persze, hát itt nincs rossz választás. Hányan szomorúak most, ugye? Hát ez egy ilyen, nem nyerhet mindenki, gyerekek, hát nem tudunk mindenkinek autót adni. Na, jövünk egy pici szünet után. Jó, illetve nem, hát még lejátszuk a hármas ugrást. Persze! Utána jönnek majd a nap legjobb pillanatai, illetve még egy győri hallgatónak is lehetőséget adunk, hogy ugye ott legyen holnap Budapesten. Játszunk egy jó kis hármas ugrást már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello lányok! Sziasztok! Hello. Sziasztok! Ki kicsoda? Klaudia. Andi. Claudia Andi. Honnan jöttetek, csajok? Én Gyömeréről. Az merre van? Okay. Arra. Jó, jó. Az arra. Arra. Egyszer megyek, és erre. Meg is van. De kicsit jobbra majd, tudod. Így nem, már csak arra kell menni. Én Győrből. Győrből. Szelfiztetek, csajok? Igen. Tényleg? Igen. Melyikkel? Én a S-Cross-a. Az S-Cross-a. Jól van. Töltetetek regisztrációs lapot is. Igen. Oké, milyenek a kérdések, Jansua? Nem találom, de szerintem sugárzik belőlük az intelligencia. Szerintem te írtad, így van. Kollégák vagytok, barátnők? Kollégák. Oké, lányok, figyeljetek, így szól az első kérdés. Milyen színek láthatók a zsákutcát jelző kressztáblán? Piros, kék? Fehér. De jó! Nagyon jó vagy, mit csináljunk? Ja, menjünk tovább. Menjünk tovább, baseball sapkáért, itt szól a második kérdés. Melyik városban játszik ma este a magyar labdarúgó válogatott? Város, idegenben. Norvégia. Uh-huh. Oszló. Oszló! Hogy összerakta! A norvég válogatott már Oszlóban van, de ezek természetesen nem rossz hírek. Azt mondja, hogy mi legyen a harmadik kérdésem? Próbálj meg. Igen? Igen. Biztos? Próbálj meg. Melyik testrészen hordták egykor a kacagányt? Így szól a harmadik kérdés. Jó, oda pirítottál ezzel te. Imádom az ilyen magyar króki. Kacagány. Kit kérdezünk most a közönségből? Van még kolléga a közönségben? Igen. Ne integessél, meg ne örüljél, válaszoljál, azt mondja, szegények. Kacagány, hát hol hordhatták? Melyik testrészen? Hát nincs olyan sok testrész. Alul, fölül, középen. Így van. Lejár az idő, lejár az idő, Zsül, lejár az idő. Sajnos. De kár.
Nem. A kacagányt a felső testen hordták, ez egy ilyen kis féloldalosan az embernek vállára vetett, vagy egy kis lajbi volt, vagy még korábban állatoknak a lenyúzott bőre. Ú, de jó. Tigris bőrkacagány, farkas bőrkacagány. Ugye jegesmedve bőrkacagány. Jegesmedve. Aki olyat szerzett. Emu bőrkacagány. Emu antilop. Igen, és csincsilla kacagány. Nagyon elárulta, Jani, elárulta. Jó, lecsukom a szoftvert, hogy senki ne lássa a Boom szoftvert. Jó, ez nagyon titkos, NASA technika, úgyhogy ezt nem látja senki. Indítjuk az ajándékcsomókat, figyeljetek. Tiki Taki. Boom! Azt a becsárját! Szépen indította! Várjál, nézem, mit ír? Vigyázz, mögöttet! Esnek! Ó, basszus, mögöttem nézik a Boom szoftvert. Ah, nálam nem jelez. Nálad, Feri? Nálam sem. Most, hogy nézed... Ja, nálam meg sincs nyitva, de most, hogy vagyok. Nézed a laptopodat... Most, hogy Most, itt nem. Nálad? Kicsi John. Én nem kapcsoltam be. Tehát egy picit fázis később megfáradtam. Kicsi John. Kicsi John. Igen. Nálad se jelez? Jó. Hát akkor lányok. Nem jelez ez a rohadt szoftver, nem érzi a kitelepülés és áhítatát, szellemét, nem jelez. Mert ettől függetlenül is van ajándék, így van. Így van, ezért van egy ajándékcsomag, persze. Lehet, ezért nem jelzett a szoftver, mert tudta, hogy így is úgy is adunk. Vártam egyébként a kitelepülés során, hogy majd valaki bejön, és azt mondja, hogy de akkor a csomagot így is úgy is megkapom, most mi szórakozunk itt egymással. Igen, ne húzzuk egymás idejét, fiúk, adjátok ide a csomagot. Csajok, köszi! Köszönjük szépen. Sziasztok, köszönjük, hogy jöttetek. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Most akarok csináltatni magamnak egy vadászgörény kacagát. Nagyon jó lett, csak 4000-et kell belőle meggyúzni, hogy összejöjjön. Na, 10:05 mindjárt jövünk, jó? Nem sokára sorsolunk, drága győriek, úgyhogy egy halk imát még mormoljatok el. És igen, nem sokára kisorsoljuk az utolsó virtuális kulcs tulajdonost, aki holnap valójában kap egy kulcsot, és az is lehet, hogy ő nyeri majd meg ezt a gyönyörű szép 1.6-os GLX Vitarát. Úgyhogy pici szület, aztán jövünk mindjárt vissza. Ez itt a Morning Show, a Győri Road Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:10 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ott egy medve. Nézd, ott egy medve. Hagyjatok, ne hozzátok már közelebb Mici Mackót, tényleg. Nagy, segítünk, én, amit kérsz, én minden. Gyerekek, egy 4 méteres szörny van a stúdió előtt. És mit kell vele csinálnunk? Kérlek, segítsetek a kampányban. Kampányvideó. Ez van ráírva, nyilván most van a tudod ilyen polgármester választás, hogy mi az iskolamester, vagy Jani, mi. Jani, itt vagy? Legyen a Feri. Jani, csak bólincs. Jani. Jani. Jani, figyelj, gyere. Csak annyit mondj, csak bólincs. Legyen a Feri. Nem. Azt mondja, legyen. Jó, nem mondod lesz-e a videót. Megszavaztuk. Ha milyen osztály vagytok? 11-e. És mit szeretnétek? Hogy mondjuk bele, hogy 11 erre szavaz felám. Jó. Abszolút. Megszavaztuk. Feri már nem, mondja is. Nem, téged akarnak, most mondták. Azt mondják, én nem vagyok elég erős. Fölmondja, a Feri rendes gyerek felmondja. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, nem mutassuk? De, mutatjuk. Miért nem mutatnánk? Mindig megszoktuk. Van, aki még mindig küldi Suzuki Vitara, van lelkesedés azért hallgatóinkban, nem? Tehát így már még hisz valamiben. Felhívtuk, kisorsoltuk, 9-kor lezártuk, de még mindig küldi. Még mindig küldi. Na, mivel is foglalkoztunk ma reggel, ugye átnéztük a női táskákat, mert hogy kiderült, pszichológusok megfejtették, hogy más táskájában kutatni lelki kielégülést okoz. Ezt mi leteszteltük, és kiderült, hogy valóban jó érzés más táskájában kutatni, az ember kíváncsi, várja, hogy beleakad valami nagy dologba, vagy kis dologba, megnéztünk néhány női táskát, Feri egészen átszellemült. Bizserex, komolyan mondom, bizserex, valami elindul bennem egy női táska láttán. Igen, tényleg kiderült, hogy valóban érez valamit az ember, ha női táskában kutakodhat, sok mindent találtunk itt Győrben. Úgyhogy erről beszéltünk, valamint hát egyszerűen azt hiszem, hogy Gwen Stefani mai napját tönkretettük. Rohadjon meg! Így van, rohadjon meg a cafka. Ugye sajnos kiesett Király Viktor, Gwen Stefani először magához édesgette, megszelídítette, megsimogatta, majd aljas szemét módon a következő körben elengedte a kezét, és nem mentette meg Király Viktort, aki így most már mentetetlenül kiesett az amerikai The Voice-ból. Kiesett a Voice-ból, és ráadásul kiderült, hogy kitől nyúlja a sztájle. Így van, mert találtunk itt valaki Győrben, aki hasonlít Király Viktorhoz. Arra kértük a hallgatóinkat, írják meg nekünk, mit üzennek Gwen Stefaninak. Hogy ma reggel felébred, kinyitja majd a Facebook oldalát, elküldik nekik levélben, vagy neki levélben, és látja, hogy Magyarországról milyen üzenetek mennek, hallgatóinkat pedig nem kellett félteni, azonnal üzentek Gwen Stefaninak. Nem fog merni kimenni az utcára Malibuban most egy hét. Az biztos. Erről beszélgetünk. Ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva, 10 óra. Jó a sütyi, Ferikém. Jó, sütöttem, egyem a lelked. Nagyon. Ha te sütötted, ahhoz képest nagyon jó. Ha rende, akkor ahhoz képest is.
Leharadtam a tárta csúcsod végét, ne haragudj. Nyugi, már van hatát csekjába, úgyhogy nem képzelsz magadról. Nem képzelek semmit, tudom, hogy az egyik tárta csúcsod. Mikor volt olyan, hogy én leharadtam a te vastag kolbászodnak a végét, Feri? Hála Istennek semmikor. Csak mondom egyébként, nem is adtám a szádba. Hogy először azt hittem, hogy egy ezrednek hoztak kaját, reggel kapott a Feri egy tálca, mindenféle ilyen füstölt árukat, tudjátok. Tudjuk, hogy mi a füstöltáruk. Kiváló minőségű, egyébként nagyon egészséges füstöltárukat. Egyébként csak mondom, hogy megcáfolták, nem tudom, hogy arról ugye elfelejtettünk beszélni. Egészséges? De hogy mégis egészséges, tehát a WHO jelentés, de mindegy. Nem ez a lényeg, hanem szülőfalu mellől hoztak nekünk, kérlek szépen, gyönyörű kolbászokat. Úgyhogy azokat itt többen ettek, van, aki már tett el egy 4-5 kilót a zsákjában. Nem, gyerekek, picit azért nekem is kell a jövőre gondolni, otthon két éhez szájvár, hát persze, hogy becsomagoltottam egy 4-4,5 mázsát. Nagyon jól tetted. Kár, hogy nem voltál már ott, Feri interjút adott Esztergomban, nagyon kedves, helyes fiatal újságíró lányoknak. Én állandóan keresztül kasul mentem a stúdión, valamiért bementem tollért, bementem kártyáért, bementem ezért mindig, és kinyitottam az ajtót, és ez a rohadt WHO anyag. És ezek nem tudom, hogy nem tudom, természetesen hazugság mindegy, még olyan egészséges mindent fogja. Rohadt WHO, mögön. Ha megkérdezték, hangulatkeltés, hát elmondtam. És a gazdák, és az érdekünk. Ennyi, hát ez persze, hát Feri megvédi a kóbászt. Meg hát. Soha semmikor nem volt olyan ideges, mint most az elmúlt pár évben, mikor megtámadták a kóbászt. Így van, így kell az embernek legyenek elvei, és ahhoz ragaszkodjon. A magyar megvédi a kóbászt, nem? Ebből is látszik, hogy mi a különbség egy vegetáriánus, meg egy normál étkezésű ember között. A vegetáriánus a buzakalászokért nem fog érte tüntetni, vagy mit tudom én. Mi a kolbászért oda megyünk a harcmezőre. Ki jön velem? Na, testi, ott van, nézd meg! Ki megy ki a síróbúza mezőkre? A síró? Nézd meg, senki. Ennyi. Kihalna látod, meg ebből a... látszik, hogy mi a normális, ha húst teszel. Na. Kihalna meg a kóbászé, ugye? Ez a lényeg. Na gyerekek! Igen. Húzzunk, jó? Húzzunk, mert én azt gondolom, hogy itt arra várnak a győriek. Így van. Úgyhogy keverjék, kavarják Feri a nagy mancsoddal, aztán húzzák ki valakit, hogy téged szeressen egy ember, és utáljon másik 300. Ez az igaz. Jó? Úgyhogy jó, keverd meg. Feri, forgat, és... Még keverjem? Hát igen. Jó, még keverem? Igen. Hát igen. Az utolsó esély. Már csak holnap lehet még esélye valakinek Pesten. Úgyhogy, mert hogy SMS már nem lehet. SMS már nem lehet küldeni. Ki az, aki eljön Pestre holnap, ha most nem nyer? Tessék, aki most jöttök Pestre? Tényleg? Lehogy senki. Csajok, bevállalósak vagytok. Na, hát több százan vagyunk itt az üvegstúdió előtt. Húzz egy nevet, jöjjön ide a nyertes. Aztán elbúcsúzunk. Mondd, hogy ki ő. Halljam a nevet. Mondd. Most mondd. Húzd tovább az időt. Te tényleg mondd? Nem. Most mondd. Mi van? Most nem mondd a nevet. Nem Győri. Nem Győri. A Betyárját. Hát kicsit Vágó Istvánosban nyomod. Nem Győri. Ja. De szép kérd. Mondjam? Szép mondom. Kérd. Akkor Mészáros Benedek. Ó, Benedek fénysebességgel elindult az üveg stúdió felé. Már jön is, itt van. És milyen sportszerűek a győriek? Milyen sportszerűek? Mert hihetetlen, egyáltalán nem hihetetlen, hogy ebben az országban mindent a mészárosok nyernek meg. Bundát sejtek. Gyere. Volt te közbeszerzés, volt? Kiírták-e a pályázatot? Istenem, minek írják feleslegek? Hello, sziasztok! Szia! Hello! Van-e közöd ahhoz a család? Ja, Benedek? Ahogy megbeszéltük, ugye egy-egy hétre adom vissza nektek az autót a nyári szabad. Nem, beszéltük, egy-egy milliót beszéltünk, de mindegy. Úgy volt, hogy egy reklámszatyorra, egy Nokia-s dobozban hozol egy-egy milliót. Hát nem látom, igen. Nem látom, hol van ez a doboz. Benedek? Mikorának a csomagtartójába. Nagyon helyes. Jól mondom, Benedek? Igen. Na, mivel foglalkozol, honnan jöttél? Területi képviselő vagyok, és Veszprém megyéből jöttem, Felsőörsről. Nagyon klassz. Adnak autót a melóthoz, a területi képviselőknek van általában. Igen, csak az privátra nem nagyon tudjuk használni. Uh-huh. Feleségemnek meg 13 éves autója van. Ó, ez a muzsika füleimnek, amikor ilyet hallok, hogy egy potenciális nyertesnek 13 éves autója van, mert annál nincs jobb legurítani a szakadékba, eladni, feltenni, értékesíteni és nyerni egy vadonatúj autót. Jól van, oké, holnap tudsz jönni Pestre? Hát, ha a feleségem felmehet, akkor igen. Hát nem tudom, mit ír elő? Nagyon ügyes, mert azt mondja, hogy vigye elő a balhét, ha nem nyert. Tehát nem akarod annak az ódiumát viselni, hogyha esetleg nem mész haza egy új autóval, akkor még elpopsiznak otthon. Én ezt megértem. Menjen az asszony, abból nem lehet baj. Te vernek téged is otthon? Csak hetente kétszer. Így van, de szereti. Jó, szóval, hogy az a párod jön, nem?
Feleségem, igen. Nem tudsz jönni? Én nem. Nekem dolgozni kell, ő viszont meg tudja oldani, hogy feljusson. De milyen melóhely ez, hogy a főnök nem enged, nyeretsz egy új autót, odamész a főnököd, és azt mondod, hogy nem enged el. Hát mi van itt, kérem szépen? Hát szerintem már ezért is kikapok, hogy most itt vagyok. Komolyan? Hogyne? Hát nem tudjuk, hogy milyen cégnek a területi képviselő, lehet, hogy egy német automárkájé. És nem biztos, hogy örülne. Igen. Na, hát én oldalra nézek, egy kis segítsége, hogy valaki döntsön, hogy engedjük, nem engedjük, lehet, nem lehet, tessék? Jó, jó, jó. Hát én szerintem, ha megnyerte, akkor ne keressünk új játékost. Tehát jöjjön a felesége, család. Szabályzat. Módosítható a játékszabály. Aha, hát nem tudom, hogy akkor csörögjünk rá talán a Sorsos Bizottság elnökére, Esztergomban, Ali Frézserre. Hallottad meg, de Palit? Hogy ne. Ali Frézser, mit mond? Maradhat. Jó. Hajrá! Hajrá! Jó, azt mondja, hogy jó, oké, megnéztük, szerintem jó lesz ez így. Hát most egy családon belül vagytok, úgyhogy nincs baj. Nincs baj. Jó? Oké, feljük asszonykát is adáson kívül, megbeszéljük vele, hogy jöjjön. Akkor hogy jöjjön szépen. El, mert ha nem megy, jó. Jöjjön. És felküldöm, hogyha nem megy, akkor haza se jöhet. Ez a beszélj. Ezt már szeretem. De végig következetesen a te nevedet kell majd használnia. Jó, Bönödök vagyok. Gratulálunk, ügyes vagy, jó? Holnap akkor asszonykával találkozunk. Rendben, köszönöm szépen. Szia. Drukkolunk, hogy nyerjetek. Ciao, hello. Most pedig menjél ki és gratulálj a többi győrinek. Hello, szevasztok, én vagyok a Ne utáljatok, ne utáljatok, én vagyok a nyertes. Érdekes egyébként, hogy így ember még nem örült annak, hogy találkozol a nejével. De egyébként tényleg. Viszont reggel 7-kor beszélgetünk Józsival, emlékszel? Igen, itt oldalt, aki mondta, ő volt az egyetlen, aki fölvállalta, hogy ő nem miattunk jött, hanem a kocsiért. Ahogy kiderült, hogy nem őt hívtuk, elindult haza. Tényleg? Aha, elment? Érdekes, de bevallott ezt reggel 7-kor. Nem miattatok jöttem, az autóért jöttem. Igen. Na, hívjuk meg gyorsan a nap hallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Ami drága győri hallgatóinktól, akik egyébként nagyon helyesek, mert hogy már nem nyernek autót, még mindig itt állnak az üveg stúdiában. Megvárják az műsor szépen. Nagyon rendes. Igen, tessék. Hello, Balázs, ciao, morning show, Feriani. Hello. Hát ezt elfelejtetted. Hát ezt el, nagyon elfelejtettem most. Igen. Plusz nyereményünk van most? Biztos. Ha van, akkor meghallgatom majd. Zolikám, nem mondtad. Nem. Pedig most láttam ki a kocsibó, mert dolgozott. Igen. A csomagot kerestem, most vettem ki, és azt hiszem, hogy barátnőm is jött el. Azt kívánom Gwen Stefaninak, hogy legyen 6 hektár földje, az is mind rajta. Ezt szinted nekünk. Zolikám, te vagy a naphallgatója, köszi. Én nagyon szépen köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, drága Györiek, köszönjük szépen, ennyien eljöttetek, nagyon helyesek vagytok, nagyon édesek vagytok, nagyon szeretünk benneteket. Értem én, hogy még alá kell írni egy-két autogramkártyát. Megyünk, jó? Megyünk. Ma te maradsz? Ma én vagyok a maradós, így van. És holnap 6 órakor Budapest, West End, nyugati tér bejárat előtt, Superszeróval, Vastag Csabival, Vadonatúj, Suzuki, Vitara 1-6, GLX-el velünk, üvegstúdióval és remélhetőleg rengeteg hallgatóval. Ez lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Így van. Puszi nektek, szevasztok, köszönjük. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.